Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Várjál. Aha. Ott nem. Hát, szó-szó. Ott nem, igen? Aha, de várjál, jó, nekem, nekem jó. Neked legyen jó. Várjál, akkor meg még meghalkítok. Még nekem egy kicsikét még. Én süket vagyok. Tessék? Kösz, jó. Egyre jobb. Az a durva, hogy nekem meg folyamatosan kell visszahalkítanom, amíg ti hangosodtok. Hogy kontrasztban legyen. Jó, de Jani nem hallhat. Az nem jó. Igen. De átszívődött valamennyi fülesen keresztül. Volt valami kis atmó. Aha. Valami kis atmó. Na gyerekek, itt vagyunk. Kedd van, szép reggelt. Mindenkinek nincs annyira hűvös, mint tegnap egyébként. Tegnap mínuszok voltak, most pluszok jönnek, sőt, mint több 10 fok gyerekek hétvégén egy szikrázó napsütés, ezt olvassa. Az ember, hát egyelőre, ez még csak ugye előrejelzés, nyilván senki ne vegyen be erre semmit. Minden esetre jobb ez, idő ez lesz már a tavasz, ez már a tavasz lehet. Hát talán az kicsit korai. De hogy... Nem ez dolga a busoknak. Nem. Nem, nincs mit elűzni. Így van, elűzzük a teletlen holat. De srácok, srácok, üljetek le, ígyunk okay, valamit. Pihenjen, jó? Nem lesz dolga se a busoknak, se a metroknak. Se a villamosoknak. Se a villamosoknak, úgyhogy abszolút nincsen. Nincsen senkinek se dolga, gyerekek. Aludtál, vagy nem aludtál? Gyerekek, nem, de már nem beszélek róla semmi. Nem azért kérdeztem. A gödör alján vagyunk. Ez a busok. Most vagyunk a gödör alján. Most már csak fölfelé van. Tápszercsere. Gastroenterológus. Jó lesz. Igen? Igen, tápszercsere, megszokja a kis pacakunk, hadd mondjam így, az övé is, az enyém is, és mentek ki. Te is eszed a gyerekkel? Én megyek vele. Te is vele? Igen? Már voltál, te is pukisztál, és kicsit álmos voltál? Becsércsöveztem magam. Aha, rühellem, amikor szülők így beszélnek. De gondolom, milyen öklömnyi vastagság volt. Ha persze. Egy 15 centis lefolyó sővel, ha már csinálom, akkor legyen jó. Igen, és klasszikus eternittel. Szóval igen, a gödör alján, vagy innen csak fölfele tudunk építkezni. Ezért jó. Ezért az abszolút mélypont, mert onnan már csak fölfele vezet. Így hagytam ma reggel ott a Wikit. Ezt konkrétan szóltam neki. Arra gondoljam, hogy most vagyunk a legalján. Most olyan spirálban vagyunk, hogy most minden érülött, tehát most innen csak javulni tudom. Bármi lesz, jobb. Bármi lesz, gyerekek, csak javulunk, úgyhogy igen, most elértük. Elértük a mélypontot. De ezek a mélypontok jók, tehát jó, hogy kellenek ezek is. Meg én még olyat nem olvastam, hogy aztán 10-15-20 év múlva ne azt mondja a szülő, hogy figyelj, de azért megérte. Nézd meg, azért megérte. Nézd meg a mi gyerekünk, milyen ügyes, milyen tehetséges. Nekünk is ez volt, de túl vagyunk rajta, és már annyi jó dolog történt azóta, hogy... Persze, most amikor 2-3 évesen már aludni fog, azt kiszámoltam, hogy csak egy 1000 éjszaka. Ez hamar elmegy. De simán. Hát a gyerekek, hát simán. Hát még 1000-szer ennyi, ami most volt éjszaka, és nyilván front is van, meg nem tudom. A hetek, hónapok, évek. Tudod, az ember ezt számolgatja ilyenkor mindig. Na, ugye, ott vagy, mennyi 1000 éjszaka. Na, mindjárt elhussam. Hasraütésszerűen elmegy. Vasárnap este tudod, hogy sírtam volna egy olyan gyerekért, aki ott van velem, és fáj a hasa, és babusgathatom. Az első olyan pont elérkezett az életünkben, amikor a lányom 6 évesen azt mondta, hogy nem alszik otthon. Egy barátnőjénél aludt, és megkérdeztem tőle, hogy vasárnap délután elbúcsúztunk, mondtam, kicsim, hiányozni fogok. Egyáltalán nem apa. Ez a jó. Ott ültem össze, de most ott ültem összetörve, érted? És gondolom, mennyire össze volt a tőle. Tényleg. Sírtál, zokogtál, és megittem fél liter tojáslikört. Nem iszom tojáslikört, rendesebb italokkal foglalkozom én, hogyha iszom. Nem, de azért, mert ugye aludtunk meg külön nyilván, amikor a nagyanyjánál aludt, az más. De most ő mondta azt, megbeszélték a kis barátnőjével, hogy akkor ők együtt fognak vasárnap este, ott lesznek nála, együtt játszanak, ott alszik a panna, és onnan megy az oviba. És úgy érezted, hogy ez most más, ez a külön alvás. Ez már a szörnyű, tudom, ez egy szörnyű. Ez borzasztó. Nem én akartam ott hagyni a mamánál. Ez mert borzasztó. Az más. Amikor azt mondod, hogy a maminál maradt szívike, mert anyáddal moziba megyünk, meg egyéb program van. Ha egy gyerek ott alszik a barátnőjénél, és tudsz egy szabad estén filmet nézni, ne, nyugiban, és tudom, és ez szörnyű. Majd és az ember is feljöttál éjszaka háromszor. Igen. Jaj! Igen. Hol vagy? Hol kicsi? A gyerekkel? Nyugodj meg, nem alszik itthon. Jaj, csak olyan rosszat álmodtam. Az igazán szörnyű majd az lesz, amikor majd a Soma is csatlakozik hozzá. Mert akkor tényleg lehet. Mert azok már azt elhiszem, hogy azok igazi könnyek lesznek. De tényleg. Kettesben az anyját. Mi most? Igen. Mit keresünk mi itt kettesben? Nagyon-nagyon-nagyon meleg. Most már ketten vagyunk, most már csinálni kell valamit. Igen.
De nem érzed, most nem, még nem érzed. Tudod, mennyire örülnék? Bemondanád, hogy tök jó, hát menj el. Hát, én imádtam innen aludt aludni, semmiféle drámát nem érezni. Nyilván se jó. Se szomorúságot nem se. De majd fogsz, majd rájössz. De, hogy is. Meg ez az őszinteség amúgy is szimpatikus. Én elvárom otthon a gyerekről. Tehát, hogyha ő ezt mondja be, amit neked is bemondott a lányod, hogy hiányozni fogod, de nem, akkor én azt mondom, hogy igen, ez az a gyerek, akit neveltem. Ebben egyetértünk. El is várom tőle. Én is azt mondtam, hogy ez egy fantasztikus de dolog, hogy őszintén megmondja. Nem. Csak amikor már 20-szor mondja, nem fogsz hiányozni. Apa, nem, egyszer mondta el, és aztán azt mondta, hogy de ha egy hétig ott aludnék, akkor bizonyára hiányoznál, mondta a gyerek. Hát vagy valami, nem tudom, vagy az apró pénz, amit a zsebemből kilopott, és cukrot vett belőle, de hidd el, hogy szörnyű, ott fogod visszasírni. Vitt magával valamit? Az biztos. Akkor nem vagyunk egy hullámosszon, Feri. Akkor picit más a gyereknevelési eszköztárunk, nem vagyunk egy hullámosszon, de nem fog se felüvölteni, se sírni, se kétségbe esni. Azt, hogy aludna az osztálytársánál. Hajrá. Én láttam mindig ott aludni, örülök, boldog vagy, vigyáznak rá, a szülőket lecsekoljuk, azért hol alszik, menjen. Hát az a jó nagy bandázások, ott alvások, nálunk is lehet, ott is lehet. Hát az a jó. Hát most átjött az egyik kis barátja hétvégén, majdnem ott aludt, utolsó pillanatban meggondolta magát, de hogy ő is már mondogatja, hogy már milyen lenne máshol aludni. Hát ez tök jó. Hát ez... Ez jónak semmi, jó, csak nem látom a szomorúsági szíved faktort. Tessék? A szülői szíved úgy egy kicsit megfacsarodik, és ilyenkor fog majd eszedbe ütni, hogy milyen csodás volt, mikor állandóan persze otthon volt. Ennél csodásabb csak az lesz, amikor majd dolgot lesz hasonlítani. Középiskolás, gimnazista, főiskolás, egyetemista lesz, és koedukált iskolába fog járni, akkor meg az. Ne, aludjatok máshol a barátnőt, de itt nálunk inkább. és hozza a barátnőit is, ha lehet. Jó? Hozzá 3-4 barátnőt is, majd apa szórakoztatja. Csicsizzatok. Jaj, pontusoltatok, na mindegy. Nem vagytok sokan abban a szobában, nem? Itt még elfélnek egy tárma. Jaj, rátok nyitottam. A kutya fájtsát fogok. Na, ide húzok egy cég. Jaj, hát nem akarok. Hát nem most akarok zavarni, igen. Hát, hogy probléma legyen. Na, és vitt magával valami személyes tárgyat? Hát csak az album Maciát. Ő az a személyes. Csak a Maci. Csak a Maci. Nem volt nála egy rút sonka, vagy rút kolbász, és egy nagyobb sonka, nem. Hosszú vidáló szett. Nem, azokat nem sose engedem el. Jaj, de akkor annyira cukik. És akkor ez nem trauma számára, hogy át kell menni. Imádta. Persze, hogy mindenki nyilván imádta a dolgot, ő meg főleg. De miért lenne trauma? Hát én persze, hát imádják ezt. Csak az elszakadás útjára léptünk. Mi, mikor beadod egy hétre táborba nyáron, vagy leviszed a nagyszülőkhöz, ott se vagy vele egy hétig, nem? Itt meg most vasárnap elválsz, azt hétfőn látod. Hát ez egy mély melodráma, azért én ezt értem. Álltatok ott a lift előtt, és igen, és mi sírtunk. De apa, múlt héten még 3 méterre leadtatok a nagyihoz, meg amikor sziget van, meg amikor izé van, apa, ne bőgjél, hát ez csak egy éjszaka. És még álltál kint az ablakban, és beleordítottál a 13. kerület éjszakába, hogy ne, gyere vissza, panna! És ő már csak visszanézett, intett egyet, és utána eltűnt a sarkon. Ez még egyszer hangsúlyozom, ez másféle elszakadás, mint amikor te átviszed a mamihoz, és ott alszik, vagy egy hétre nyáron elküldöd nyaralni. Az ilyen első ott alvásnál azért benne van a pakliban, hogy 2 óra múlva jön a telefon, hogy inkább mégse. És gyere, értem. Igen. Simán benne van. Na, az még igen. Ha főleg, ha ezért ki is kapcsoltuk az összes telefonunkat. És lekapcsoljátok a kapucsengőt, és mindent ilyen. Dehogy baj legyen. Ki látott már ilyen csekkbefizető automatát, gyerekek, ezt annyira ki akarom próbálni, mert úgy utálok postánál, én nem is állok, mert interneten fizetem, de ez erre rámegyek. Láttatok ilyet? Volt már? Nincsen, látni. Láttam, de nem próbáltam. Nem próbáltatok még? Én is nagyon kíváncsi vagyok rá, mert most is otthon van egy 4-5 darab, nem mindent tudunk befizetni interneten keresztül. Hát ami csekkes, az tudja, ja, hogy interneten, bocsánat, igen. Mert van olyan, hogy be tudod fizetni, mert van rajta ilyen bárkód, és akkor ezt behúzod, és azon keresztül is, mit tudom én, neten keresztül lehet intézni ezeket a dolgokat, de van, amit nem. És azért praktikus, tehát, hogy azért itt egy tök jó dologról van szó, szóval egy nagyon jó kis kezdeményezésről, hogy nem kell sorbálnod. Mondjuk most lehet, hogy az lesz, hogy akkor majd az automatáknál fog sorbálni a postán, még minden ablak előtt. Igen, de egy kicsit talán jobban oszlódik a dolog, tehát, hogy oda a postára csak azért mész, ugye, ahol ezek vannak, azok bevásárló központok. Igen. Hogyha már úgyis oda mész, akkor bemész, vásárolsz, bankkártyát vigyél magaddal, mert én úgy tudom, hogy a csekk van először, és utána pedig bankkártyával tudsz fizetni. De nem az volt, hogy tesznek rá valami jelet, és akkor én otthon egy applikációval is be tudom már fizetni? Vagy az már csak a következő? Vagy ez már van? Van. Hogy én letöltök az App Store-ból? Ez más. De hogy más, vagy mi más? Tehát mi a más? Ez a sárga csekk? Igen, az azt kérem. QR kódot beolvasod, igen, a telefonodra kell egy olvasóprogram. Igen. Elolvas, beolvasod a QR kódot, és akkor a bankodon keresztül tudod fizetni a dolgot. De ez két teljesen más ügy, mert ott ugye rendesen beolvasó, ugyanolyan postai beolvasó van beépítve az automatába. De most nekem mindegy, hogy így is be tudom fizetni, meg úgy is? Ó, így is. Én csak a QR kódosat kipróbálnám.
hogy otthon ülök, van 10 darab csekkem, telefont rá, befizetve, hát az még jobb, mint akkor az elmerős automatás. Sokkal, mert ahhoz ugye ezt és az működik? Tehát az már van? Az működik. És ahhoz le kell szedni az ebből egy programot? Aha. Egy, na, az nincs meg nekem. Egy QR kód olvasó. Ennyi is kell. Beütnöd, azt leszeded, bepittyent, és akkor már és az, hogy leolvassa, azzal együtt már el is utalja? Tehát ad egy megbízást? Nem. Neked kell megbízást adni hozzá. Hát az milyen lenne, akkor bárki. Én ide óvatoskodom a telefonodhoz, behozom a csekélyemet és a Jani. Igazából ez csak gyorsítja. És te csak azt vedd észre, hogy megint a bankom küldött. Ez már megint jött négy átutalási megbízás. Az gyorsítja a dolgot, tehát azok az alapinformációk, amik kellenek az utaláshoz, azok a QR. Ha én azt vártam már. Nincs az, hogy be kell pötyögnöd a nem tudom mi jó 25 számot egymás után, meg számlasz, meg a címzetnek a nevét, meg ilyesmi, hanem ezzel a QR kóddal egyszerűen csak ezek az információk már rögtön megjelennek. Na mindegy, jó. Tehát most már van a hagyományos postai, van a nagybevásárlós befizetés, van a bankon keresztül, meg a QR kódos, már négy közül tudsz választani minimum. Legalább kevesebben lesznek a postán. Én utalok interneten, én azt szeretem. Én is. Az a baj, hogy nem mindent lehet intézni így. Például most jó, nyilván egy picit szélsőségesebb példa, de hogyha mondjuk adományozni szeretnél egy kisebb összeget, mi Sándon kapunk ilyen csekkeket, mert hogy szoktunk adományozgatni szervezeteknek, nem tudod, nincs rajta ilyen QR kód. Tehát, hogy ott egy egyedi csekk. Számlaszámunk van a sárga csekk. Értem, igen, de hogy nincs rajta QR kód, tehát hogy ezt nem tudod, csak a hagyományos formában tudod, vagy felmész az internet, és beírogatod szépen egyedi. Azt mondjuk, igen. Hogy mi úgy utaljuk. Tehát mi azt mondjuk. Igen, de jó. Igen, értem. De olyan gyors, tehát hogy ezt mondom, hogy abban nincsen. De szerintem annál gyorsabb, mint hogy bemész a postára és sorba állsz, mint hogy ott most este magad elé veszed a kis csekket, és akkor egyesével beütöd a számokat. Nem? Tehát minden csekken kell lenni számla. Hát hogy ne, hát persze, hogy van. Fölmész internet, bankra, számlaszám, meg befizető azonosító. Igen, nevet beírsz. Beírod a befizető azonosítót, aztán csokkolom. Ezt értem, csak annyit mondtam, hogy nem mindegy. Igazad van, nem mindegy, lehet QR kóddal leolvasni. Nem vesztünk ezen össze, ugyanazt mondjuk. Csak megkerültük a dolgokat. Igen, még lenne ebben még egy kör, hogyha az adományos is sárgatság, akkor az be tudom fizetni interneten. Akkor mihez kell a QR kód? Ahhoz, hogy gyorsabban olvasd be az adatokat. Mert ha nincs rajta a QR-kód... Ja, hogy QR-kóddal behúzom, és aztán interneten és fizetem. Akkor már is az lenne jó, hogyha az összes csekk QR-kódos lenne. Tehát, hogy ez lenne a legjobb. QR-kódra nem értem ezt, gyereket. Komolyan mondom. QR-kódra nem értem, mi a fene folyik itt tényleg, komolyan mondom. Na mindegy, a lényeg, hogy ezt megnézzük majd, mert ez egy jó, hát legalább annyira örültem neki, mint a narancs facsaró automatának, amit láttam. Láttál egy jó narancs facsaró automatát? Tudom, egy hónapja meséltem, hogy vannak ezek a nagyon jók, hogy teljesen új fajta dolog, ketté vágja a narancsot, és úgy, ahogy az üdítő automata kiadja neked a frissen facsart narancs levet. És otthonra akarsz egyet? Nem, csak hogy jó az, hogy már egyre több plázában be tudsz állni, és 250 forint, és iszom 3 deci narancs levet. Tök jó, mert eddig csak ezek a dobozosok voltak. Na és most ennyire vadászom ezekre a postai csekk befizető utalványos kis applikációs dolgokra. És a legjobban azokat a bevásárló központokat szereted, ahol egyszerre lesz a kettő. Igen, mert az Aliba például van narancs automata, oda most még letennének oda a Spár mellé egy csekkbefizetőt, oda költöznék. Benyomod a csekket, kis közben nyomod a narancsot, bankkártya, tényleg jó lenne. Van egy csomó, ugye ott tartunk, mint Japán, ott mindent lehet automatából kapni. Igen, ott minden van egyébként. Mm-hmm. Egyébként ez a befizetős dolog, azt az én életem párja mesélte, hogy ő volt Dél-Koreában, még szerelmünk előtt, és ott például úgy fizettek a metrón, egy férfival. De ki volt az? Egy másik férfi, nem akarok róla beszélni. Fájó emlékeket tép fel egy kedves barátjával, és ott például a metrónál, képzeljétek el, úgy fizettek, hogy a telefonjukat érintették oda, a metró bejáróhoz, pittyent és ment be mindenki. De már Londonban is van. Hát értem, de nálunk meg szerintem, szóval egy csomó mindent lehetne fizetni ilyen telefonos. Hát nálunk ott áll három ember a kapus rendszernél, azt nézik, hogy tesztelik a kaput 3 éve, hogy legyen már végre egy beengedő rendszer, tehát fölmutatsz, nem mutatsz, akkor is átmehetsz, tehát igazából semmi értem, hogy ott állnak. De hogy náluk már egy csomó mindent tudtál akkor, ez volt 10 évvel ezelőtt, amikor ő kint volt ott, 10 évvel ezelőtt, és egy csomó mindent látott így fizetni telefonon, amit én a mai napig nem értek, hogy lehet telefonról fizetni, de ez most egy részletkérdés, én nyilván visszamaradott vagyok szellemileg és technikailag is, de hogy odament metró, telefont letette, bement. Odament a bolthoz, összeszedte, amit akart, telefont letette, és ment tovább, és nem fizetett. Ez telefonszámlára teszik rá, vagy...
Szerintem valahogy nem, megterheli a kártyádat, nem. Hát van egy összefüggés, van egy rendszer abban a kártyád meg a telefonod között, és van egy program, ami észre, hogy te használtad azt, és azon keresztül akkor terhelik a kártyádat folyamatosan. Aha, vagy van egy kredited. Csak már van egy kredited, lehet, hogy föltöltesz egy egységet, az is lehet, és akkor azt levonogatja, nem tudom. Minden eset régen, hát a tömegközlekedésben azért jó dolgok vannak ki. Azonban is azért. Hát például, hogy működik. Azon túl, hogy igen, hogy tudsz menni, milyen jegyel, milyen bérlettel, azért ott egy csomó mindent át lehet venni. Bár kezdemények itt is vannak most jobb már. Vagyunk, tehát most már azért egyre jobbak. Alakulgat ez a kapus beengedő rendszer, meg nem tudom. Szépen lassan 3 éve tesztelik ezeket a kapukat, vagy 2 éve, vagy mióta már vannak ezek a kapuk? Itt pont a kávinom, vagy valahol? Már mi voltunk kint 2 éve. Ja, most már ezek le vannak szerintem szerelve. Ja, már le is szerelték. Már leszerelték. Most összevonják a... Azok már nincsenek, hogy évek van volt a Ferenc körúton. Megnézik a tanulságokat, most átszámolják, hány ember ment el. Kipróbálták, megnézték, azt nem tudom egyébként, hogy tudomásom szerint mindegyik működött, tehát egyikkel sem volt semmiféle probléma, és mindegyiket folyamatosan használták. Nem tudom, hogy pipálták ilyenkor, hogy melyiket használják az emberek szívesebben. Azt vettem észre, hogy idő után azt szerették a legszívesebben, hogyha elmentek jobbra mellette, vagy balra mellette, mert az gyorsabb volt, mint mindegyiknél. Mindegyik változatnál. Nem, még biztos azt is írták, hogy melyik hányszor romlott el, és akkor ez alapján lehetett volna választani, ha kellettek volna ezek a kapuk. Ez alapján lehetett volna választani, hogy melyik az, ami végül is üzembe helyezésre kerül, hát egyik se. Akkor ezek szerint. Nagyon kemény. Képzeljétek, 2 dolog volt, ami most így a legutóbbi időben felhúzta magam rettenetesen. Az egyiken nagyon, a másikon meg kevésbé, azt megszoktam. Az egyik az, hogy biztos hallottátok, hogy csatornázási munkák vannak a Szél-Kálmán tér felújítása kapcsán, ott a környéken, és hogy az ottani csatornásó munkások találtak maradványokat az 1945-ös kitörési kísérletnek az elhunytai. Ott lettek eltemetve mindenféle árkokban, itt német katonák, magyar katonák, civil polgári lakosság, stb. És ezek a nagyon kedves emberek elkezdték a járőkelőknek ajánlatni, hogy nyugodtan vigyenek magukkal a csontokból, persze vigyen egy koponyát, kedves, igen, hogyha esetleg az a lábszárcson is kell, vigye magával, ami pedig megmaradt, azt pedig visszadobálták a gödrökbe, a sít közé, és szépen visszatemették. Az okot azt tudom egyébként, nem tudom földolgozni, de azt elárulom, hogy mi az oka. Hogy azért mindig van lejjebb. Tehát, hogy... Igen. Az ok ugye az, hogyha te ilyenkor a hivatalos szabályt betartva szólsz a régészeknek, a múzeumnak, akkor azonnal lezárják a környéket, téged hazaküldenek, és egy évig ők ott kiássák a csontokat. Nagyon sok építési ipari vállalkozó, ezért például nem szól a régészeti leletörő. Tehát, hogy de attól ez még csak egy szimpla kegyeletsületés. Abszolút. Meg az, hogy vigyél már egy koponyát. Nem tehát, kell ott odarakják, kerítésnek a szélére odarakják, és akkor hogy hívják? Persze, vigyen csak magával nyugodtan. A koponyákat már mindenhol hordták, most már csak ez a néhány lábszárcsont maradt itt meg ezek. Ha megfognál dolgok. Egy ilyen csontot? Simán el is vinném. Igen? Kutya eljátszik vele. Azt tudom, nincs kutyátok. De a szomszédnak van. Igen, nem, mindennek az alja. Én félnék a fertőzést. Mindennek az alja. Á, nincs ott már semmi. Nincs ennyi év alatt. Á, dehogy is ott már semmi. Nem erről van szó. Gondolom, de hány építkezés van egy országban, hány ilyet találnak tényleg? Tehát, hogy így valószínűleg tényleg az, vagy nem szólnak, vagy visszatemetik. Hát házat, társasházat építesz, magáházat, alapozol. Hát ott ezzel tele van. És pénzére árulták a járókelőknek, nem? Nem, csak hogy vigyék nyugodtan. De hogy az, hogy állammunkás is megszólít? Vigyetek már egyet. Nem kell egy lábszárcsont, haver. Uborka, friss a krumpli, friss az uborka, és a lábszárcsont. És vajon ők tudták, hogy ez a kitörésnek a maradványa? Nem hiszem, mert nem gondolom, hogy... Hogy így ebből fölkészültek a... Hogy nagyon tanultak lettek környékéből. Volna. Aha. Na és mi a másik? Hát a másik meg csak a szokásos, hogy eljössz reggel a Népligetni a metro aluljáróban a lottozó mellett, és ott van egy nagyon helyes kis kupac a méreteiből. Na, ez jó. A méreteiből. Oda valaki, tényleg? Megint? A méreteiből kiindulva valószínűleg vagy kiskutya, vagy kisgyerek lehetett, de hogy egyébként... Akkor lehet azért inkább a kiskutya. Ha igen, a kiskutya a lehetett. A gyerek nagyon meleg. De azért ott sem nagyon kellett értem a dolgot. Tehát valószínűleg úgy történhetett, hogy akkor már nyilván bezárt a lottozó, és akkor a zárás is a nyitás közötti idősávban történhetett az esemény, de hogy olyankor mi zajlik le a kedves gazdinak a fejében, hogy nyaj, de kis ügyes vagy, na jó van. És miért nem szedi össze? Igen, hát ez mindenhova elmondható az egész város állasz. Te tudod, ha még a Népligetben is marha idegesítő, mert ott is kim van a futók, ott van a kismamák, a gyerekekkel tolják a babakocsit, beletolja, és borzasztó.
de hogy lent az aluljáróban könyörgöm, azt azért fel van kövezve, meg egy üvegportál előtt, meg ott világít, tudod, hogy itt, és közvetlen az ajtóm elé, hogy akkor mi fordul meg a fejében, mondja, kis ügyes vagy, na, miért toltál, jó vagy, szép, itt hagyjuk, hogy más de jó az emésztés, na, gyere, sétáljunk tovább, mert papa már vár otthon. Hát igen, nem szedik össze, körülbelül ez, igen. Vagy észre se veszi, tudod, tehát a kutya menet közlebb, hogy jön. És te húztad közben. Érzed, hogy le van maradva a kutya, meghúzott. Nagyon, nagyon akkurátosan lerakott kis kupac volt az ott azért. Csak észre kell, csak meg kellett állni egy pillanatra. Nyaj, megigazítom a sapkámat. Na, közben te is elvégezted a dolgodat, Fifi, jó. Jó van, ügyes vagy, anya szentje. És senki nem látta vajon, aki odaszólt volna, hogy ne haragudj, szedjem el föl. Az éjszaka egyedül volt. Persze. A kutya meg félős, tudod, ő sötétben nem szeret, tehát úgy szereti, hogy látja, hogy hova kell. A lottozónak meg ki van éjszaka is világítva a portál. Ja, tényleg. Ez kemény, gyerekek. Ezért tényleg minden este reggel elmormolok egy imát ez az autós közlekedésnél. Hát igen, a gyerekeket kizárhatjuk. Kistermetű felnőtt lehet, vagy nagytermetű kutya. Tehát ugye így lehet ezt elosztani. A gyerek szerintem az kizárva. A félős az mindegyikre igaz. A félőség. És középen volt valahogy, vagy valahol ott a szélén. Nem, mert valahogy ez mindig úgy történik, hogy közvetlen az ajtó mellé. Tehát, hogy nem jobbra el 2 méterrel, nem 3 méterrel, nem, hanem, hogy reggel jön be az alkalmazott, szegény. De már lehet, hogy neked oda valami üzenet, nem? Vagy nekem, nem lehet, hogy neked... Mit akarnak vele üzenni? Hát nem tudom, valami szimbolikus jel, szabadkönyvesen. Benne van az üzenet? Ez olyan, mint a szerencsés sütő, hogy menjek oda, törjen fel. De nézzél bele egyszer, hát ha van benne valami, nem tudom, lottó, ötös, szelvé, valamit akarnak már neked küldeni. Aha. Igen. Na mindegy, hát ezek kemény. Kemény dolgok, igen. De Londonban is biztos van ilyen. Hát, lehet látni azért. Kevesebbet, de lehet látni azért. Na, azt mondja, hogy játékkal, hogy állunk, mi a helyzet? 1-0. Te játszottál tegnap, és megnyerted a játék. 1-0 megyünk, így van, igen, most már emlékszem. Ha valaki szeretne játszani, akkor jelentkezzem. SMS-ben egészen nyugodtan. Jó, fél hét múlt 2 perccel meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan. 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, friss közlekedési hírekkel. Egyes villamosnál van egy kis fennakadás. Azt mondja, hogy a Robert Károly körúton egy kocsival ütközött, most érnek ki a tűzoltók, ezt Benő küldte nekünk. Ajjajajajaj, gyerekek, de merre? Akkor az mind a két irány? Valószínűleg mind a két irány. Aha. Nem annyira vékonyok ott a sinek, vagy keskenyek, hogy nem is tudom, hogy lehet-e különbséget tenni. Igen, ez a Honvéd kórháznál történt egészen pontosan. Autó, a villamos sinem, most mentik a tűzoltók. Úgyhogy, hát drága hallgatók, ha ott álltok valahol az egyes villamos megállójában, és vártok, akkor lehet, hogy valami alternatív utat kell, vagy útvonalat találni, mert egy ideig az most biztos, hogy nem fog járni a villamos. Budakeszi úton lassú a haladás. Ezt István küldte nekünk, az M5-ösről az M51-re vezető kanyarban egy autó szalagkorlátra tolatott a mentés már folyamatban, ezt Viki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát a BKK-nak a Facebook oldala ennél nem is volt még soha aktuálisabb és frissebb. 1 percre rakták ki, hogy az 1-es és az 1-es A villamosok helyett pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és a Vágány utca Robert Károly körút között. Igen, ezt éreztem, de nagyon gyorsan, dicsérik meg őket. Ez nagyon profi, hogy egyből baleset van és ki is teszik. Ez jó. Én nem tudom, hogy nézi azt valaki a híreseken, hírportálokon kívül civil. Tehát, hogy én elindulnék minden hétköznap dolgozni, én nem nézném meg, de az ember készüljön föl, persze, mint alternatív ott van. Jó, az én hibám, csak mondom, hogy én elfelejteném valószínűleg. Viszont a kávét, BKK alkalmazás. Jó, van, akkor busszal megyünk. Nincsen olyan alkalmazás, ezeket jobban ismeritek, mint én, ami például, hogyha megjelenik egy új hír szól a portálon, akkor kapsz egy figyelmeztető jelzést, egy SMS-t, vagy pedig bármilyen jelzést. Szerintem a BKK is tudhatja, nem tudom, hogy tudja-e. Tehát a BKK-nak is van applikáció, és akkor lehet applikációja van. Hát akkor azt lehet, hogy tudja. Például az időképnek, hogyha bármi történik, jön egy front, jön egy zivatar, jön egy eső, jön egy akármi zivatar, de azt már mondtam, akkor két zivatar jön, akkor kapok jelzést. Sokszor pittyegne be, hogy bocs, tévedtük. Elnézést. Na, 1-0 vezetünk, gyerekek, itt a játékosunk, és megnézzük, hogy mit tud, milyen játékos kivel akar játszani, mert hogy már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt!
Jó reggelt! Hello, hogy hívnak? Csaba. Csaba, hello Csaba, jó reggelt! Csaba, honnan hívtál minket? Várcsontjásról. Egy kicsi falu. Mondd még egyszer a nevét. Vácsent László. Rossz volt a vonal, nem értem. Igen. És mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Országos mentőszolgálat és másodállásban buszvezető. Másodállásban buszvezető, egyébként meg országos mentőszolgálat. Aha. Így van. Ott is sofőr vagy? Ott is. Ott még is. Nem orvos. Még nem orvos. Tanulom. Már végzed, igen. Figyelsz nagyon sokat. Figyelj, a kórházban is az van, hogy a mandulamütétet a portás meg tudná csinálni. Állítólag. Kétszer látod, megcsinálod. AD doktor, autodidakta. Igen. Na, kivel szereti játszani? Hát Balázs, Balázs. Hát de most szegény, de most tényleg tegnap is ő játszott, most nem a... Miért nem hagytok egy kicsit békén? Pihenjen, itt a Jani, hogy itt vagyok, én szívesen vállaljam. Hát játszanék mindenkivel egy-egy percet, és hogyha belefér a műsoridőbe, de Balázs látom most a leggyengébb. Ja, úgy érzed a ma reggel után, így az első fél óra után, hogy épp vagyok a... Aha, de nem korrekt, de hát most tényleg a gyengére mész, egy komoly buszvezető, az egy emberi... Hagyd Feri, hiénák ezek. A vérző állatra mennek. Rád akartam csenni. Azt a lovat üdik, amelyik húz, ezt mondtad? Na, megnézzük, jó. Oké, na figyelj, akkor indulunk mindjárt, jó? Mindent itt beállítgatok, meg megnézem. Kész vagy, Csaba? Felkészültél? Kész vagyok. Na, hát teljesen. Akkor... 3-2-1 fire! Na, itt vagyok, figyelek. Fogsz valamit kérdezni? Szeretnéd, hogy én kérdezzek? Kérdezz valamit, persze. Ritkán játszol, gondolom én. Na, itt vagy? Hogy bírod, hogy keveset alszol? Nehezen. Kitartok, nehezen. Kitartok még, de egyre nehezebben. Neked van gyerek? Van. Hány? 2. Fiú, lány? Fiú. Mind a kettő? 6 és 12. 6 és 12. A 12 már nagy. Az már nagy. Mit csinálnak? Szerinted óvoda és iskola. És mit tanulnak? A nagyobbik. Általános iskola? Általános. Jó tanuló? Jó. És melyik munkát szereted jobban? A mentőst, a buszost? Hát mind a kettő jó. Na de mégis nyilván az egyiket jobban kedveled. Egyformán. Egyformán. Uh-huh. Oh. Mint a gyerekeket. Hát lehet, az úgy kell. Na, agy játék volt. Mert? Mele is járt. Vége? Na, ha vége. Hát mondtam, hogy szeretnék mind a hármatokkal, de nem fér bele, meg leselősítálunk az utasokkal. Most már. Megálltál addig, amíg játszottál? Tényleg, ezt nem is mondtad. Igen. És bemondtad előtte hangos, hogy kedves utasaim, 5 perc múlva indul tovább a jár. Most is. De akkor fel sem engedtek volna buszra, ha bukok. Ja. Aha. Hogy akkor nem is indultatok volna. Volt valami kis szorványos taps, vagy ilyesmi? Nem nagyon. Dehogy nem. Most mondják majd. Ugye? Atya Isten. Jóvá. Na jó, hát nem... hamis bögrékből küldjetek nekem. Abból nekünk nincs. Abból nincs. De már abban a holnapról is leszették, mert kakas lett a bugyi, aztán arcoskodtak, de aztán azért gyorsan levették, úgyhogy csak a szájuk volt nagy. Jól van, figyelj, hát nem voltál túl erős játékos abból a szempontból, hogy a passzivitás hatását súroltad, vagy határát, de nem megadjuk, tehát nem vagyunk szőrőszívűek. De ne, hát nem... Miért? Előleg nem tudod mondani, szóval tehát nehéz, hogy érte, aranyos vagy. Nehéz dolog az játék, Csaba, de előre nem mondhatom, hogy passzív vagy. Ennyire azért nem tudunk mi is szemedek lenni, utólag tudja ezt csak az ember mondani. Hát ez egy ilyen játék, hogy előre nem mondhatom, hogy Csaba passzív lesz, de úgyse hallod, amit mondok. Jól van, köszi a játékot. Ciao. Hello. Sziasztok. Szeretem az ilyen játékosokat, akiket viszonylag visszafogottan játszanak, majd ahogy vége a játéknak kinyílnak, és óriási arcoskodik. Igen, óriási arcoskodik, és közben annyira bűrosszul játszott, hogy csak azért nem intjük meg, most olyan napunk van, mert egyébként annyira passzív volt, mint az atom. Anélkül egyébként, hogy mi mondtuk volna, már hallgatók írják. Mit? Semmit. Hol? Egyformán. Hát egy szavas válaszokat akkor én is tudok adni, és akkor utána viszont nyerek. Tehát, hogy az így. De most megadtuk. Mi mennyivel őszintébbek vagyunk? Mi előtte, közben és utána is nagy pofájok vagyunk. Egyébként tényleg így van. Ez sokkal őszintébb. Harcoskodunk az elején, ha kikapunk, akkor is harcoskodunk, persze. Szerintem egyébként passzív volt. De most láttam, bennetek se volt meg a bugi, hogy most beleálljunk egy ilyen csatába itt kedden. Ugye valahogy nem volt meg bennünk a kramp. Vigye, még elengedhetjük. Egy-egy.
Vigye. Na jó van, 7 óra pontosan jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és elindul a kedreggel. Gyerekek, egészen szép időt mondanak már a napsütést, szikrázó napsütés mindenhol, sőt olyannyira jön a jó idő, hogy hétvégén 10 fok és szikrázó napsütés szintén. Az, hát, szintén Magyarországon. És szintén Magyarországon így van, illetve Koh Samui térségében szintén nagyon jó idő lesz. Hát ha ott is. Itt is gyerekek. Ha ott 10 fok, az nem annyira szerencsés. Ó, ne csapadék. Úgyhogy kicsit belemegyünk a tavaszban, kicsit körben nyalogat bennünket a tavasz, és megmutatja a nap az erejét, hogy azért van remény. Ebből a sötét, hosszú, soha el nem múló télből talán van kiút. Aztán amikor az ember már nagyon bizakodó, és a növények is úgy gondolják, hogy itt a tavasz, akkor majd márciusban. Elzárják a gázt, és hirtelen megjön újra a 4 fok és a hóesés, és mindenki átülhet egy másik autóban. Ez 2 éve volt, vagy 3 éve? Az most volt. Ugye március 15-e, talán 2 évvel ezelőtt volt. 2 lehetett. Igen. Az. Ugye a nagy hóesés, a nagy vihar, ez a mindenki üljön át egy másik autó, ami így híresült el tulajdonképpen. Átülős vihar. Az átülős vihar, gyerekek, az valami elképesztő volt. Tehát az döbbenet. Döbbenet volt. Nekünk vannak barátaink, akik 24 órára ragadtak a két gyerekkel az autópályán, és várjuk örömkörre szóba jön, és elmeséli a hidegrász, hogy Isten. Nem megyünk ki hóembert építeni, maradunk már, hogy bírod ki egy 4 évesen, meg egy 12 évesen. Volt, ment végig a fűtéstől? Tudott hát járni, volt, igen, de mellettük még egy kamion állt, amit folyamatosan fújt a szél, és ugye az volt, amikor dől rájuk a kamion, mert olyan szélvihar volt. Azért 24 órán keresztül egy autóba zárva a gyerekekkel, az hogy ez? Az nagyon kemény. Az elképesztő egyébként. Na, nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy egyelőre még egy kicsit kevesebb van, ami azt jelenti nyilván, hogy minden rendben. Sopron és környékén őrületesen viharos nagy a szél. Ezt Kara küldte nekünk, 8-as főút Székesfehérvártól Jánosházáig vizes nedves, de jól autózható, üzeni K úr. Az egyes villamos a Robert Károly körúton egy kocsival ütközött, most értek ki a tűzoltók. Igen, ezt a BKK is jelezte, elég nagy dugó van egyébként arrafelé, már ami a villamosokat illeti, viszont pótlóbuszok mennek. Úgyhogy próbáljátok azt használni, illetve ha valaki ott áldogál most valamelyik villamos megállóban, az figyelj a pótlóbuszokat. Ilyenkor mi van? Én megyek át a busz megállóba, vagy a busz jön hozzám a sinen? Nem, te mész át a busz megállóba legtöbb helyen. Nem, a busz lekövet téged. Nem úgy értem. Bármerre mész, megy után. De nem, hát egy csomószor megy pótlóbusz a sinen. Ott az északi járatnak a megállójába állnak meg. Általában a buszok. Na de akkor hogy tudja tartani a menetidőt, ha nem mehet a sinen? Hát ha dugó van a Hungárián, akkor szerintem a sinen megy a pótlóbusz is. És a sínre áll be. Nem? Nem. Nekem hát minden villamos megállóban meg kell találnom a busz megállót. Meg azért se lehet, mert ott ugye most már olyan sín van, ami között fű. Lefüvesítettek. Igen, tehát arra meg ugye nem, azon meg nem tud menni. Hát világos, Bricskával. Persze, igen, vagy nem tudom, Szamárháton, de a busz az nem megy ott. Tehát akkor én iparkodjak átmenni ilyenkor egy busz megállóban. Igen, aha. Te iparkodjál, és az autósok meg iparkodjanak türelmesek lenni, mert a buszok miatt ugye nyilván lesz ott egy kis De nem kell félteni egyébként, az utazó közönség hozzá van ehhez szokva, rögtön tudják, hogy hova kell menni abban a pillanatban. De ott egyébként most már valami van a Lehel meg a körútnak a kereszteződésében, mert tegnap óriás dugó volt, amit nem nagyon értek, egy BMW állt hátul, előtte egy, azt hiszem, egy Volkswagen, és 3 darab rendőrautó így keresztbe egymás után az úton. De mi történt? Hát mi ez az, mert én már csak erre jöttem oda. Lehet, hogy rendőrnap van, hogy valami üldözéses jelenet volt, nem tudom, vagy egy baleset, de amiatt meg minek jön ki 3 rendőrautó, és minek állnak keresztbe így 3-an egymás után. A Lehelen, ha mentél kifelé, akkor óriás dugos, mert odaértünk, mondom, mi van, ezek itt összeütköztek, minek van itt ennyi rendben? Erődemonstráció. A Volkswagen-es miatt gondolom, a póló, egy-egyes póló van. Igen, ez érdekes, 3 rendőrautó csak így a táldogám. Azt írja valaki, hogy már reggeltől elérhető a Trónok harca 5. széria 00 epizódja. A kutya fáját. Na, az mi? Az mi a fáját? Nem szólt a telefonod? Az mi? Mert azt ugye tudjuk, hogy tegnap folytatódott az 5. évad a 9. epizóddal a Walking Dead életében. Nyilván a rajongók ezzel már tisztában vannak. De mi a fene? Nekem nem szólt az alkalmazásról. Nekem azt írja még, hogy Trónok harca. Ott azt mondja, az hogy ez még 62 nap. De 19 óra és 47 perc. Valami nulladik verziót említ. Lehet, hogy lesz valami előzmény, vagy valami előzetes, nem tudom. Dob már erről egy SMS nekünk, mert ez sokakat érdekelhet, hogy milyen Trónok harca van.
Tisztelt Sebesén, Rákóczi Valdon úr, köszönöm az eddigi teniszleckéket az éteren keresztül, de most más pályára elvezek, kipróbálom a jégkorongot. No. Eddig elég jól megy, viszont szeretném megköszönni, hogy foglalkoztatok velem. Ajándékot is adok önöknek, amit valószínű meg is érkeztetünk önökhöz a hét folyamán. Legmélyebb tisztelettel, ez Dávid. De kedves a Dávid. De most várja, Dávid, abba hagyja a teniszt, akkor... Most elmegy jéghokizni. Oké, de az ajándék az lesz, hogy elküldi a használt teniszokniát, vagy a teniszütőjét. Az összetört teniszütőt. Nekem úgy is kéne most egy új ütő, úgyhogy én örülnék neki. Ha küldene, nyilván nem fog. Megmérgesedtél? Tessék? Megmérgesedtél a régi ütődre? Nem, úgy az ember úgy van vele, hogy fél évente, egy évente, hogy valami újat tudod, látod, hogy a profik átszínezik, vagy más ütővel játszanak, és akkor úgy... Hozz be, befújjam neked Neoluxat. Na, elintézed nekem? Igen. Hát a tenisszel kapcsolatos az ajándék, akkor köszönjük szépen, mi azt majd továbbítjuk Balázsnak, mert ő értékeli az ilyesmit. Az nagyon, bármilyet, igen. És hát megkaptuk tegnap a kamerát, és köszönjük, egy cég felajánlotta nekünk, hogy az ő kamerájuk a streameljük a hűtőszekrényt, úgyhogy a héten felszereljük, és streamre rakjuk a hűtőszekrényt, gyerekek. Mi volt tegnap a mondásunk? Vidra vasat a grizzlinek, elkapjuk a sajtolvajt, úgyhogy bekamerázzuk a hűtőt. Történt-e újabb végzetes kivét? Nem, mert már nincs mit kivenni abból a nyomorult hűtőből. Nincs semmi. Ami már abban van, azt már nem akarja senki elvinni. Hát figyelj, én még ott lehet, hogy találnék valamit. Én mindig találok valamit, ha más nem egy tejszínt, vagy valamit. Valamiben ott még bele tudok enni. Nézegetem is reggel ezt a dobozt, nem mondom, remélem nekem küldték. Nem tudom, mi van benne, de nagyon csecsének néz ki, aztán láttam, hogy ez a kis kamera. Nagyon profi. Profi? Nagyon profi. Figyelj, vezeték nélkül egyből lövi a telefonodra, vireles, ez van ráírva, állítólag az azt jelenti, hogy nem kell hozzá kábel, és nagyon-nagyon menő, ráadásul nem is ilyen kamera alakú, hanem úgy néz ki, mint egy süvegcukor, így van, valahol letesszük, beállítjuk. De nem mondd, hogy néz ki. Hát. Ja, de hülye vagyok. Hát, amatőr vagyok. De tényleg, miután tegnap adásban kidolgoztunk mindent. Na jó, de hát, hogy néz ki a kamera, hát azt is mondd, hova tesszük. Mint egy hát. Fordított süvegcukor. Mondjuk hozzáteszem azért a szerkesztőségben, nincsen akkora rend, hogy mondjuk bárkinek is feltűnjön egy süvegforma, vagy süvegcukorforma kis szerkezet, mert hogy ott aztán minden van basszus. Olyan, jó, de ne találtál lépés előnyt. Lépés előnyt adunk ezzel, hogy kiszúrja a kamerát, látja a holteret, és úgy fog oda lopakodni. És ma még lehetőséged van. Te szemétolvaj, lehetőséged van visszahozni János Pál pusztaiját, a Balázs mézét, és akkor nem üzemeljük be a titkos. De én a napszemegemmel is kiegyezek. Tehát én lecserélném a mézemet a napszemegre. Igen. Egyébként meg félig megemészted, vagy teljesen megemészted formában, ne hozza vissza a Pál pusztát. Jó, mert úgy az már ne, igen. Na, azt mondja, hogy megvan a Trónok harca megfejtés. Tudom, Feri, hogy mint remegő térdelültél. Alig vártam. Mi a fene lesz ez? Ez általában összefoglalja az eddig lement részeket, és ez a 0-0 epizód, ez egy ilyen verkfilm-szerű, írják a hallgatók, ami az új sorozat készüléséről szól, illetve egy ilyen kis 20 perces verkfilm az 5. évadhoz, hogy biztos, hogy nem karakterek, nagyjából mi történik, nyilván spoilerezés nélkül, meg hogy mi történt az előző évadokban, tehát azt hírják, hogy ez egy ilyen kis összefoglaló, na ezeket én gyűlölöm. De úgy, mondjuk, ha úgy befutó, tehát én mondjuk rákattannék erre a trollok harcára, nyilván nem fogsz. Akkor ezt most megnézem, akkor tudom, hogy mi van, hogy melyik troll. Hát, ha az első évadot akarod megnézni, akkor ne nézd meg az 5. évad verkfilmjét, mert nyilván elárul egy-két dolgot, de akkor kezd el az elején. Két-két és fél év is behozod a lemaradást. Milyen arca van a trolloknak? Tessék? Milyen arca van a trolloknak? Nem neked való. Mutatós. Mutatós arcú trollok. Vannak benne elég mutatós trollok, Feri. Jó. Feri, ez egy jó sorozat. Előli. Elől is, hátul is. Fúj, de csúnya dolog. De figyelj, a kasza például, azt hiszem, hogy egy két hétvége alatt ledarálta az összeset. De jó neki, hogy így ráér. Aha, mindig ez is igaz. Ebbe is van valami. Nézegesse csak őket. Nem, az igény hiányzik belőlem, de... Két alatt megnézte. Aha. Az összeset ledarálta. Az összeset, hogy beírja minket. Volt egy aknimentes hétvége, vagy mi? Hát lehet, hogy közben. Na mindegy, jó, az a megnéztem, az a lényeg. Na, gyerekek, egy érdekes témával foglalkozunk, mert hogy a pápa egy furcsa kijelentést tett. És szerintem erről minden szülőnek megvan a véleménye, illetve mindenki képvisel valamit ezen a téren, mert hogy a gyereknevelésről nyilatkozott a pápa, és én bírom őt, mert hogy jókat mond, jókor szól, szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokféle vatikáni hagyományal ő próbál szakítani, őszinte, szókimondó, teljesen más, mint az elődje. Ugye az elődje, ugye? Tehát a Benedekhez képest nagyon-nagyon-nagyon sokkal szabadszájúbb, lazább,
példamutató még jobban, nagyon jó dolgokat mond. A hétvégén pont csetelt, annyira aranyos volt, igen. Egy ilyen videokonferenciát összehívta fogyatékos gyerekekkel a világ minden tájáról, és az egyik kislány ilyen 10 évesen mondta neki, hogy szia Feri, gyakorlatilag ezt mondta, és az öreg az ilyen halál nyugodtan azt mondta, hogy hello, mi van veled, kérdezd meg, amit akarsz. Tehát annyira közvetlen, annyira jó volt. Igen, igen, próbálja az egész egyházat, a Vatikánt, a hagyományokat valahogy úgy közelebb hozni, akár a fiatalokhoz, akár az idősebbekhez, hogy ez nem tűnik erőlködésnek, és abszolút erőlködésmentesen teszi mindezt. Szimpatikus. Jön, megy, sokat utazik, és mindenhol nyilatkozik. Természetesen jön belőle, nem olyan, mint hogyha tényleg azt éreznéd minden egyes megszólásán, hogy ez valamilyen kommunikációs stratégiának igen, a része. Igen, egész egyszerűen szimpatikus. Közvetlen civil. Viszont most mondott egy dolgot, ami a gyerekneveléssel függ össze, és azt mondta egészen pontosan, hogy a gyermeket meg lehet verni. Tehát, hogy elnáspángolható a gyerek, nincs azzal baj, ha a gyermek kap néha egy pofont. A lényeg az, hogy a gyereknek a méltósága az ne sérüljön, de a verést, mint nevelési eszközt egyébként lehet alkalmazni. Ugye, hogy ne arcra üss, ez volt a mondata? Azt hiszem, ugye, hogy illetve nem is ő mondta pontosan, hanem egy apával beszélgetett erről, és az apa elmondta, hogy ő néha meglegyinti a gyereket, de arra vigyázz, hogy ne az arcán érje az ütés, és erre mondta azt Ferenc pápa, hogy szerinte is ez teljesen igen. korrekt dolog. Tehát egy fenekelés belefér, de hogy a szájon vágó, az már nem. Igen. Na, aztán jött a vatikáni sajtószolgálat, akik azonnal próbáltak helyesbíteni. Tehát mindig mondom, mint a pápa is, utána rohannak utána a sajtósai, akik nem úgy értette, nem ezt akarta mondani, természetesen nem így gondolta, tehát nem arra kell gondolni, hogy lehet erőszakoskodni a gyerekkel, csupán arra, hogy segíteni kell őt a felnőtté válásban és a fejlődésben, úgyhogy néha kap egy-egy pofont. Ezen sokat gondolkoztak ezen a mondaton? Igen. Felnőtté válás. Egyébként a pápa már korábban is beszélt a pofon helyességéről, és elmondta, hogy hát nem szabad ezzel visszaélni, de bizony-bizony meg kell néha pofozni a rakoncátlan gyermeket, hogy érezze, hogy hol van a helye. Na, hát ez egy érdekes dolog, ugye minden szülő képvisel valamit, vagy azt, ahogy őt nevelték, és azt próbálja átörökíteni, vagy pont annak az ellenkezőjét, mert nem tetszett neki, ahogy nevelték, és azt mondta, hogy na, én biztos nem csinálom úgy, ahogy az anyám vagy az apa. Hát vagy csinálja, csak nem mondja, ugye, mert azért... Vagy csinálja, és nem veszi észre, hogy ő közben ugyanúgy csinálja, mint az anyja meg az apja. Na, a ti álláspontotokat tudom, tehát abban ne is menjünk bele, azt már sokszor megbeszéltük. Üss a külökre a lapát, nyíl, jó nagy feró énekelt annak idején. Juli, gyere már be egy picit, hogy kíváncsi, hogy te mit mondasz, mert a pofonról azt tudom, hogy ki mit mond, itt már 66-szor elmondtuk. Volt-e olyan, hogy azt mondtad, hogy na jó, eddig nem tovább? Elég. Várjál, kapsz egy kis mikrofont. Sokat fejlődtem az elmúlt 6 évben. Fejlődtél? Igen, az az igazság, hogy amikor a gyerekek kisebbek voltak, nekem előfordult, hogy rácsuktam a fenekükre. Aha. De most már csak a kormács. Így van, most már arcra. Most már nem, őszintén szóval azt hiszem, hogy az elmúlt 1-1.5 évben meg sem legyintettem. Korábban igen, előfordult az, hogy rácsaptam fenekükre, de most már azt hiszem, hogy is mondjam, fejlődőképes. És mitől volt a változás? Azt gondoltad, hogy a pofon, vagy ez a rá legyintés, nem pofont adtál, ez a rá legyintés a fenekére, az nem érte el a célját, és beláttad, hogy nem ez a jó módszer? Vagy mitől változott? Elérte a célját, mert sírt tőle, meg visszavett, tehát, hogy tulajdonképpen, igen, elérte a célját, de hogy is mondjam, most már, hogyha megütném, és utána belenéznék a szemébe, akkor még nagyobb lelkiismeret furdalást éreznék, mint mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt. És félre ne értsétek, mert egy kis gyereket megütni még, tehát egy még kisebb gyereket megütni, az nyilván még kegyetlenebb dolognak tűnhet. De... Na de valahogy most mondja azt, hogy ez miért kellett, már rád néz, már úgy néz, igen, rád, igen, már lelkiismeret furdalásod lehet, azt persze. Azt éreztem mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, hogy már nem volt több eszköz a kezemben. Most meg már tudok szavakkal hatni rá, tehát meg tudom vele beszélni. Ott meg volt egy pont, ahol neki mondani, hogyha nem hagyod, abban nagyon megvele. Így van. 2 éves ezt még nem tud elmondani, csak meg kell egy pofont. Úgy megverlek, te büdös kölök, ha nem hagyod abba, és akkor abba adja. A Lidi múltkor a szememre is vetette, hogy anya, te meggyőzhető vagy. Mondtam, hogy miért? Hát mert mindig mondod azt, hogy előbb-utóbb meg fogsz szüntni, előbb-utóbb meg fogsz ütni, de sose ütsz meg én, és ezt pontosan tudom is. Mert, tehát amikor a gyerek hívja föl rá a figyelmemet, hogy következetlen vagyok. Hol a határ? Tehát, vagy van-e egyáltalán határ, vagy kell-e határ? Mondjam, milyen sokféleképpen nevelik a gyerekeket. Én láttam már játszótéren nagyon megverni gyereket. Én láttam olyat, hogy valaki letört egy borokabokrot, és vesszőzte a gyereket konkrétan, mert nem akart lejönni a mászókáról, talán meséltem, és felmászott egy ilyen fele lépcső, fele csúszdára. És anyuka már ment volna haza. És a gyerek az Istennek nem akart elindulni. Anyuka oda ment a játszótéren a bokorhoz. Kitépte a vestől. Kitépte a bokorhoz, hogy letört a fűszfának az ágát, mert nem érte fel a csúszdát.
és elkezdte a gyereket, tudod, hogy így felfelé legyingetni, hát a gyerek visított, mint a malac nyilván. De másképp, hogy szólsz, nem szólsz, tessék? Röhögött rajta? Nem, de már nem. Fájt neki, aha. Hát hogy megveszőzték a gyereket, nyilván meg megalázó is volt. Tehát itt azért nagyon sokféle nevelési módszerrel találkozik az ember. Mi a határ? Tehát ha valaki azt mondja, hogy pofon nem, akkor mi? Hogy... Én popsira csapok legfeljebb, aha. Popsira csapnék. Arcra nem csapok. Az valahogy annyira taslás, megaláz. Így fejre, hátulról, ilyen legyintős. Na, hát ez meg mi, és akkor mint a bennünk megfejeli az asztal. Paf! Nem, mondom, másfél évvel ezelőtt volt utoljára popsira csapás, és szerintem én azt már meséltem nektek. A gyerekeknél? Teket. Igen. Ja. Én most miről beszélünk? Igen. De te jó nyomon jársz. Nálad akkor már nem, igen, nem telt el annyit, hogy igen, ne legyen popsira csapás. Igen. Hogy nekem annyira megvan az a pillanat, amikor egy asztaltársaságnál ültünk, és apám egy akkora sallert adott, és voltam vagy 10 éves. És hogy megvan a pillanat, hogy kiküldtek, és milyen ruhában voltam, és hogy mekkora pofon volt az. És nekem apámnak néha-néha eljárt a keze, és olyan érdekes, hogy egyébként anyám is néha elkapott, és a popsimra vert. De, hogy is mondjam, tehát felállította a szabályokat, és pontosan tudtam, hogy meddig mehetek el, és pontosan tudtam, hogy mikor jön az a pont, amikor fenékre csapás lesz. És sosem értem. Jogos voltak. Apádnak azután a pofon után meg kellett még vernie bármikor is? Vagy pedig az annyira sokkolt az élmény, hogy soha többet nem mertél neki nemet mondani, ilyen, vagy nem szólt fogadni. Egy-egy ilyen pofon azért volt nálunk. Fél évente egyszer eljárt a keze. Tehát akkor volt valami nagy krak, krízis. Emlékszem, hogy akkor például a megymagokat köpködtem fehér blúzban az asztalra. Ajaj. És akkor fogta is, hogy odavágott, de ráadásul vendégek is voltak, tehát az egész itt nagyon cím. Milyen érdekes, hogy régen egyébként ez valahol egy természetes dolog volt. Ugye? Hogy a mi generációnk már mennyit változott, vagy mennyit puhultunk egyáltalán, itt az a kérdés, mert hogy ma már a legtöbb szülő valóban azt mondja, hogy nagyon ritkán vagy nem, most kérdés, nyilván ki az, aki álszen, meg ki az, aki valójában betartja. Nem rátok gondolok, hanem a játszótér, hogy ő sose, persze, aztán lehet, hogy mégis. De régen teljesen természetes volt, hogy néha kaptál egy baromi nagy sallert a szüleitől. Uh-huh. És úgy nem is néztek rád furán. Meg úgy te is helyre zökkentél, hogy ezt most benyaltam. Nem? Tehát, hogy de te látod, üvöltöttél, mint az állat, de tudtad, hogy ezt most benyaltad. Tehát túlléptél rajta. És most a mi generációnk már úgy neveli a gyereket, hogy jaj, ne sérüljön, ne legyen baja, benned sincs már az, te is tudod, hogy az milyen rossz, hiszen téged kaptak. Nekünk ez a nagyon poroszos nevelés volt. A mi generációnkat máshogy nevelték szerintem. Hát teljesen más központú gyereknevelés volt. Hát a szüleinket még durvábban. Amíg például a pedagógiának a része volt a testi fenyítés, addig otthon is természetesen csattantak el a pofonok. Igen. Meg gyakrabban megverték a gyereket. Ezt elvették a pedagógusoktól. Akkor szépen lassan szerintem a civil elődő is ugyanígy kikapott. Már egyszer vitatkoztunk, hogy jó volt-e vagy nem volt jó. A pofon? Igen. Néha? Aha. A gyereknek? Igen, és azt hiszem, ha jól emlékszem, abban maradtunk, hogy ugye nem volt az a kösebb baj. Azért érdekes, amit a Juli mondott az apai pofonról, amikor kaptál az apától, hogy látod, mire emlékeztel, hogy emlékszel pontosan arra, hogy kik voltak ott, mert ciki volt. Persze, szörnyen megalázó. Hát nem a pofon ne. Fájt, nem hát az apát pofonja. Nem. Vagy, hát kellemetlen volt. Igen, persze, igen persze, de lelkileg persze, az hagyott nyomot, hogy mások előtt. Persze. Kaptad a pofon. Igen. Én nem tudom, mi a jó megoldás. Én igazából kaptam anyámtól. Mindenki tehát kapott. Abszolút, és tudod, én arra emlékszem, nem arra, hogy több ember előtt történt, hanem arra, hogy megérdemeltem, túl messzire mentem. És akkor az anyunak eljárt a keze, nem sokszor, de párszor bizony volt, hogy megpofozott. De most te mégis azt mondtad, hogy inkább nem. Én nem bántottam még a karinát, egyszer meghaigáltam plüssökkel, bevallom. Mert annyira unta, hogy köszörgött. 8 hónapos volt, és egy gyerek eleve nem gyerek. Most már ezt én is mondhatom, hogy egy gyerek nem gyerek. Tehát akinek egy gyereke van, hagyjuk. Ha egy gyereke van, és lánya van, és még pici, hát azért egy egyedülálló 5 éves lány azért nem. Mert most két fiad lenne, akik mondjuk 3 és 6 évesek, és éppen a szekrény tetén ugrálnak, hullik a hajad, és nem akarnak elaludni. Na azért tudok én lányba is olyat, akitől hullik a hajad, tehát van, azért van, ez nem ritkább. Függ össze. Hát igen. Ritkább de azért. Én azt gondolom, hogyha amikor megkaptam anyutól ezeket a pofonokat, akkor tudtam a helyemet. Tehát nem előre megfontolt szándékkal történt. Az olyan verés, amit előre mondjuk egy szülő azt mondom, hogy oda megy és megveri a gyereket csak úgy, mert levezeti rajta az indulatát, az tilos. De én nem érzem, hogy lelkileg sérültem volna. Marha szemtelen voltam. Kaptam két frászt az anyámtól, és tudtam a helyemet. Hát egész egyszerűen le is reagáltam, mint gyerek. Hát emlékszem, mi ment végig a lelkembe. Hát, tudom, hát én túlfeszítettem a húrt. Akkor
anyunak eljárt a keze, és rögtön azt mondtam magamban, hogy oké, rendben van, nyilván rosszul esett, de hát megérdemeltem. Igen. De mi, akkor most mi puhultunk? Vagy akkor mi van? Tehát, hogy, igen, vagy, vannak trendek, igen. És akkor itt más most de már. De én nem a trend miatt nem verem meg, hanem én sem hiszek benne igazán. Nem, tehát, hogy nekem csak. Egyszer, amikor a bringával ment, és nem állt meg az út szélén, akkor eldurrant az agyam, mert azt mondom, hogy nem. Tehát ez, aztán, akkor nagyon mérges voltam, rácsaptam a fenekére. De ez mondjuk 100-ból egy. Tehát meg az jó szitu volt, jó időben, jó helyen nagyon indokolt. Kemény szitu volt, nagyon meg is ijedtem, kicsit persze. Utána elkismert furdásom volt, de utána mentem, ott nagyon elkaptam, mert ott kigurul az útra, akkor nagy baj van. Gyerek úgy áll, vigyázz be az út előtt, 3 méterrel azóta érted, hogy jaj, már zöld, mert piros a francba, megint zöld. Ott nagyon megijedtem, meg is ijedtem, meg nagyon mérges is voltam, mert üvöltöttem utána, hogy állj meg, és csak tekert, és már láttam, tudod, hogy a busz megérkezik balról, és ment ki az útra. Na de látod, itt is indulatból tetted. Hát nyilván indulatból tetted, vagy azért, mert elborul az agyad, vagy azért, mert annyira tele van a hosszélt, vagy azért meg így van, hát indulatfélt, és igen, de ül az asztalnál, és mondjuk, mit tudom, fölteszi a lábát, és nem tudom, kiköpi a megymagot, akkor ott nem félted, hanem egyszerűen ott is indulatos leszel, csak kap egyet. Magyarul te is lezavartál volna, Júli, a két akkorátan megy magköpködésért. Igen, szóval ez egy nehéz dolog egyébként. Itt írják, hogy a gyerekverés, a nevelés kudarc. Ebben van igazság, de azért legyünk őszinték, egyik gyerek sem egyforma, ráadásul mondjuk két gyerek van, elborul az agyad, fiúgyerekek, ölik egymást, ott néha azért olyan szülőknek is eljár a keze, akik egyébként nem verik a gyereket, nem? Persze. Csak egyszerűen eldurran egy-egy pofon. Mikor már 300-adjára mondod el, ugye? Hogy életke? De tényleg. De mi is túléltük. Túl. A mi szüleinket olyan furdalta a lelkiismeret, hogy megpofoztak bennünket? Nem, mert őket valószínűleg többször pofozták meg. Tehát ez volt a minta. És akkor csökkenő? Egyértelműen csökkenő. Figyelj, nézd meg az egész gyereknevelési koncepciót. Régen mi volt? Megérkezett a gyerek, és azt mondta a szülő, hogy a gyerek szokjon hozzá. És nem gyerekközpontú nevelés volt, hozzászoktál, azt csináltad, rend volt, fegyelem volt. Most mi történik? Azért nagyon sok mi is úgy neveljük, hogy azért a gyerekre érdekei, odafigyelsz, őróla szól a hétvége, jaj, ide viszem, jaj, oda viszem, csak hogy neki jó legyen. Nem? Abszolút. Nagy, most nyilván erről van szó. Régen ez nem így volt. Igen, mentél velük, vittek oda, örültél, hogy ott lehettél. Tök más. A mi generációnk teljesen máshogy neveli a gyerekeket. De neki kell beilleszkedni valamennyire. Azért én azt vallom, hogy rendben van, igen. Róla szól minden, de ő érkezik úgymond a családba legkésőbb. Ezért kéne jó megverni. És azért jó meg kell verni. Tehát, de rögt a születés után. Tehát nem szokja meg, és akkor utána persze. Már igényli. Hát átpálca már a kórházba be van téve. Majd te megmutatod, mi az a regula. De tényleg azt gondolom, hogy meg kell találja a helyét a családba, és erre neked kell rávezetni őt. És erre a pofon bevezet. Nem a pofon, ne vigyük el erre, nem, de pont ez a baj szerintem, hogy nagyon sokan elkezdik köré fölhúzni az egészet. Nyilván ő a legfontosabb, meg nyilván róla szól minden, de hát azért nektek van egy életetek, amiben ő belekerült. Persze, meg hozzászokik ő is, igen. Csak tök más, hogy látom a mi generációnkat gyereket, igen. Nevelni, mint ahogy minket neveltek. Tehát ma már a legtöbb szülő pénteken kicsit azon gondolkozik, hogy hova vigye, mit csináljon, milyen program. De kell, hogy legyen tekintélyed verés nélkül is. Tehát, hogy az tényleg persze, a végső megoldás kell, hát hogy nyilván. Persze. De ha tekintélyed van is néha meg van, aki megpofozza, és van tekintélye, csak egyszer már nem bírja tovább. Ti olvastátok a Gyermeket nevelni Isten félelmében című kiadványt? Fent van az interneten. Olyan jó címe, hogy nem. Hallod, ezek után? Olvasni. Pár évvel ezelőtt került fel a netre, egy ideig lehetett kapni különböző könyvesboltokban is, aztán levették a polcokról, mert hogy óriási botrány volt belőle. És ez a könyv, két lelkész házaspár írja le az ő nevelési elveiket, ahol tulajdonképpen mindennek az alapja a vesszőzés. A vessző a te gyógyeszközöd, és aki nem... nem én mindig szeníti... ezt mondom a Vikinek is. A vessző, gyere Viki, a te gyógyeszközöd. A vessző a te gyógyeszközöd. Aki nem fenyíti, aki nem tanítja engedelmességre a gyermekét, az tulajdonképpen a gyermeke ellen tesz. Aki nem tanítja meg neki ezeket a nagyon szigorú határokat, az ezek a dolgok később fogják megbosszulni önmagát. Fú, és akkor ilyen nem képeket... Jó, te nem mindegy, hogy mivel, meg hogyan tanítod meg. Nem, a határokat le kell szúrni, de ezen nincs baj. Csak de milyen nem biztos, képek is mutatták, hogy megveszőzik a gyereket? Nem, pontosan leírja, hogy nézzen ki az a bizonyos vessző, hogy pelenkára ne üss, mert azt nem érzi, hanem akkor húzd le, a pucérboksira kell csapni. Akkor, hogyha a kisbaba szoptatás közben megmarja az anyuka mellbimbóját, megharapja, akkor meg kell húzni a haját, mert akkor megtanulja az, hogy a fájdalom az fájdalmat szült, tehát jöjjön rögtön rá egy reflex, érezd azt, hogy te milyen fájdalmat okozol. A gyereknek úgy tudod megtanítani azt, hogy forró a vasaló, és nem szabad hozzányúlni, hogy a elég meleg vasalóhoz hozzányúlod. De ez milyen hülyeség már tényleg? Halálkom, hogy a mindjárt megmutatom.
megmutatom neked ezt, ott van. És hogy a vitriol mar, akkor megítetsz vele egy fél deci. Tehát ez nem normális. Milyen primitív dolog ez? Hát ez annyira hülyeség. Russo is azt mondta ugye annak idén, hogy a gyerek az egy kis felnőtt, és ez szerint kell velük bánni. Tehát olyan nincs, hogy ott visítozik, meg szaladgál, kis öltönybe betenni ott rögtön, és tudja a helyét. Aha. Menjen, és komoly gondolatok körül forogjon a kis elméje. Nem ám ott randalírozni, össze-vissza. Igen, tehát, hogy vannak ezek, hát gondolom ez innen datálódik. Igen, ezeknél, persze. Hát honnan datálódik? Ez mikor született? Nem tudsz dátumot? Mi átküldöm neked? Nem tudom. Nagy szükségem nincs. Nagyon, de tök érdekes dolgokat ír benne, hogy egyébként, de nem is, tehát nem lehet csak úgy elverni a gyereket, meg azt is mondja, hogy ne indulatból vert, hanem tulajdonképpen ez legyen egy... Ez tudatos dolog. Ez legyen egy program, egy neveli, tehát, hogy minden pillanatban, amikor a gyerek hibázik, és úgy érzed, hogy akkor itt ezen a ponton be kell avatkozni, hogy tudja, hogy ezt már nem lehet, akkor abban a pillanatban közbe kell lépni, elő kell venni a nádpálcát, az óriási törés, és egyébként meg azt írja ebben a könyvben, hogy tökéletesen lehet látni például egy Isten tiszteleten, hogy kinél vesszőznek, és kinél nem. Mert az nem, 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 érdekelt, hogy mit írnak erről. Neked ez kicsit tetszik. Nem, hogy azok a szülők, akik a nagy liberális elvek szerint nevelik a gyerekeiket, ott állandóan rohangálnak a gyerekek, százszor szólnak a szülők, a gyerek renitens, sikítozik, hülyéskedik, nem lehet rászólni, nem képes nyugton maradni, míg azok a szülők, akik betartják ezeket az elveket. Igen, ez a bejegyzek, azt gondolják, van, akkor csak szomorúan, meg mereven, meg harotnyelve lehet dicsérni. Vidám emberek nem dicsérhetik az urat? Nem, én értem, mit mondasz, az se jó, hogy elmész egy étterembe a gyerekkel a kajálni, és pöckölje, rizibizit, széken állva dobálóznak és kergetőznek az asztalon, a gyerek nem tud végülni egy fél órát, mert nem lett megnevelve. Tehát valahol a kettő között van nyilván a határ szerintem, tehát az se jó azért, a gyerek azt sem, amit akar. Ez a vekedés is mondja, hogy két gyerek szorong nagyon. Az egyik típus, aki túlszabályoznak, a másikkal egyáltalán nincsenek szabályok. Ők a legszorongóbb gyerekek. Tehát van, a gyerek is szereti, ha van egy szabályrendszer. Tehát ez az, a borsópröckölés nekem tetszik. Tessék? Ez a borsópröckölés, ez tetszik. Tudod, milyen nehezen szedem ki én is mindig az orromból, amikor földugom a Beninek? Nézd, Beni, és nem tudok mögé nyúlni, hogy ki tudjam szedni. Egyiket befogod, mutatok. És rálősz a pincére. Igen. Szóval vagy túl szabályozod, attól szorong, vagy nincsenek szabályok. Attól ugyanúgy szorong a gyerek, tehát azért ő is szereti, ha van egyfajta szabályrendszer. Na mindegy, mi most nem arról akarunk beszélni, vagy nem azon témában várunk SMS-eket, hogy ki hogy neveli a saját gyerekét, hanem a régi nagy klasszikus pofonokról, vagyis azt írjátok meg nekünk, drága hallgatók, amikor ti életetek egyik legnagyobb pofonját megkaptátok. Mert ugye erre mindenki emlékszik, erre emlékszik a Jani, Juli is elmondta, erre mindenki emlékszik legalább egyszer a gyerekkorából, amikor vagy az apjának, vagy az anyjának úgy sült el a keze, hogy a mai napig tudja, hogy hol volt, milyen ruhában volt, miért kapta, mennyit sírt utána, leesett a székről, és mi volt az apropója, vagy a kiváltója a pofonnak. Jó? Tehát ezeket a pillanatokat keresünk. Az embertelen nagy makarenkói pofon, nyilván ha makarenkói volt, mert lehet, hogy akit agyba főbe vertek gyerekkorában, és neki nem volt makarenkói, mert az összes nagyon nagy volt. Ugye akkor emlékszik az ember igazán, ha mondjuk nem kap minden nap két hatalmasat, mert akkor kicsit összefolynak az események. De az egy nagy, jó? Tehát ezt írjátok meg nekünk, hogy kitől kaptátok, és mi volt az apropója. 7:30 múlt pontosan 5 perccel, SMS számunk 06-70-645, nem baj, Feri. 0-0-0-0-0. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva arról beszélgetünk a hírek előtt. Itt a Morning Show-ban, hogy a pápa kijelentette, nem baj, ha néha megverjük a gyermeket, sőt, az a gyermeknevelés része, egyszerűen csak ne sérüljön a méltósága. Nem tudom, hogy lehet egy különbséget tenni, hogy az arcán ütött sérül, ha a fenekén ütött, hogy jól megvered, akkor nem sérül. A pápa azt mondta, hogy néha elfér azért egy pofon a gyereken, nincs az a baj, verjük meg. A mekkorát ütsz, az számít szerinted? Hát azt nem mondta, hogy... De szerinted számít, vagy verés? Hogy csak... Nyilván, hát ha eltöröd két bordáját, vagy csak rásújint az... Vagy hogy érted, hát, hogy meg... Tehát, mik az arányok? Vagy a gyerek lelkében van-e különbség? Hát persze, most ha finoman ráveszt a popsijára, akkor kiröhög. Ha nagyobbat, akkor azért nyilván nyomot hagy, persze. Tehát, hogy van az erőben is különbség, hogy nem. Ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, mert hogy mindenki emlékszik arra a nagy bizonyos, vagy egy bizonyos nagy pofonra, ha egy volt, amit ugye gyermekkorában kapott, mert valami olyan dolgot követett el, amit hát igazából az egyik szülő kevésbé tolerálta. És ekkor jött az a nagy-nagy pofon. Ami mindenki életében van egy ilyen, legalább. Hát ahogy látom, az SMS-ekből van, ahol több van. Van, ahol folyamatosan van, ahol folyamatosan, és egész nap tudnám mondani, hogy mi történt.
de nézzük az SMS-eket. A legnagyobb pofont a Palatinus úszó mesterétől kaptam a 80-as évben, amikor leszedett a női napozó kerítéséről. Sose felejtem el, 15 mesztelen nő kapta fel a fejét felém, és mindenki elégedetten bólogatott. De lehet, hogy még úgy is megérte. A szüleim soha nem ütöttem meg, és én is a fiamat, higgyétek el, így is működik. Kaptuk ezt SMS-ben. Aztán nézzük meg, hogy mik vannak. Én 18 évesen kaptam az életem első és egyetlen pofonyát édesapámtól, amikor megtudta, hogy a barátom nős. Ó, 18 éves, akkor papa ott bepipult rendesen, nem? Igen, két napig csengett a fülem. Igen, hogy a barátom nős. Aha. Anó apu szólt, hogy tegyem rendbe az íróasztalomat hétfőn, kedden is, szerdán már nem szólt, mentem kipisilni, ő meglátta az asztalt, és olyan pofont kaptam, hogy berepültem a fogashoz a kabátok közé, és ott összepisiltem magam. Hát ez is valószínűleg a tehetetlenség, hogy három napja mondja a fater. Igen. Három napja, tedd már rendbe az írt, tedd már, puf! Igen. Majd az asztalról lesöpört és széttépett minden, de nem bántam meg. Kaptuk ezt is SMS-ben. Az egyik barátom apukája úgy fenyített, hogy amikor rosszálkodott a fia, abban a pillanatban nem verte meg, hanem higgadtan beszólt neki, hogy pontosan egy hét múlva este 8-kor kap egy pofont. Ez mennyire durva. Időszített pofont. Ez mennyire durva, hogy egy hét múlva. Egy hétig várta a pofont félve, addig több szó nem esett a dologról. Rá egy hét napra, este 8-kor az apja tényleg megpofozta. Mindig betartotta, és szörnyű volt egész héten arra gondolni, hogy mikor érkezik a pofon. És képzeld, hogy nézegeted az órát állandóan, és egyszer csak hallott, hogy kinyílik a szobájuknak az ajta. Ez nagyon és mikor a parkett, ahogy közelít a szobát felé. Ez nagyon kemény. Nem mondom, hogy rossz. Nem mondom, hogy egyébként nem mondom, hogy ez rossz. Hogy egy hét múlva akkurátosan este 8. Egy hétig gondolkozol, nem mersz az alatt az egy hét alatt rosszalkodni semmit. És várod az este 8 órát. Ez nem hogy, ez nagyon jó, mert van egy lelki terror része is a dolognak. Egy lelki nyomasztás, nem csak a fizikai erőszak. Igen, kicsit a gyerek tönkre megy egy hét alatt, de szülőként azért azt mondom, hogy egyszer-egyszer ezt a bocert elő lehet venni. És ki lehetett dumálni? Nem hiszem, megkaptam. Aha. Igen, Brigi írta nekünk Madridból. Akkor hiteltelené válsz. Ez igaz. Ott bele kell állni. Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, mesélj nekünk, te mikor kaptad, vagy kitől kaptad, Erika? Sziasztok, Erika vagyok. Hát én még középiskolás koromban kaptam úgymond 1000 évvel ezelőtt édesapámtól egy akkora hatalmas pofont, hogy új spejzajtót kellett csináltatni, mert a pofon erejétől neki ezt mit kellett, új spejzajtót? Spejzajtót, igen. A konyhába álltam a spejzajtónál, amikor kaptam a pofont, és akkora volt, hogy összetört a spejzajtó, újat kellett csináltatni. Atya, de mit csináltál, vagy miért kaptad? Hát megérdemeltem kaptam, így utólag visszagondolva már a történetre, mert elkérezkedtem otthonról, csak nem oda mentem, ahova kérezkedtem, elfelejtettem másnap reggel hazamenni, keresztanyám keresett meg, és ők is ért haza, tehát ez volt a nagy pofon, de ezt az egyet kaptam életem során. Papa ezt nem tolerálta. Ezt ugye? Már nem. Mindenben benne volt, de ezt már nem. Igen, de ez a féltés volt, tudod, nem tudta hol vagy, bármi történhetett volna, és ott jött ki, meg hát az új ajtó is kellett. Na, és te izra. Hát hála Istennek haveri körben összetudták hozni, tehát olyan csak a fanyagot kellett összeszedni otthon, de ez egy emlékezetes történet volt a számomra. De látod, hogy azóta is hogy emlékszel, tehát ez hogy megmarad? Nem? Ez életem végéig kísérni fog, tehát ez egy akkora esemény volt. Ugye akkor nagyon mérges voltam, de a világba akartam menni, semmit. Tehát duzzogtam, mint egy kis gyerek, de így visszagondolva teljesen jogos volt. Igen, neked van már gyereked? Nekem tesszük, fiam van. Na és? Az kemény. És spejzajtód? Volt már pofon? Pofon volt már, ők is eljátszották már ezt a történetet, hogy nem tudtam, hogy hol vannak, mondjuk már nagyok, már 23, meg 22 évesek. Hát most már azért hadd menjenek, nem? Most már mennek, már érik a saját világukat, csak ugye akkor még ők is középiskolások voltak, és egy buris éjszaka után nem akartak jelentkezni, és már nagyon ideges voltam. És akkor hazajöttek, akkor mind a kettő kapott egyet. Két ajtó bánta? Nem, ez olyan helyen volt, ahol nem volt se ajtó semmi, meg ugye magasnak én hónajszékálló vagyok mellettük, és alig érdem szőlőket, tehát de akkor hirtelen ezt meg kellett tennem, mert így vezettem le a peckómat. Igen, ott az ember én élete persze az érthető, hirtelen felindulásból. És ez a pofon az édesapától meg a spejzajtóhoz okozott valami törést utána? Tehát érezt, nem? Tehát nem, főzni nem. Főzöl azóta is, nem mondom. Nem merek bemenni. Benne a konyhába, akkor sírva fakadsz, vagy valami. Erika, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello. Apámtól az ebéd közben kaptam, sótlan volt a leves, gondoltam menő leszek, és közlöm, hogy ez a leves rossz. A következő pillanatban csak nem így írta. A következő pillanatban az árnyékában volt a fejem a pofontól, ami nem kifejezés, hogy megérdemeltem. Ezt Zoli küldte nekünk. Én apámtól kaptam egy akkora pofont Bulgáriában nyaralás közben, hogy beestem a sátorba. Egy nyomorult banánkonzerv miatt volt 1984-ben. Döbbenetes, hogy megmarad egyébként, igen.
Apám kétszer szólt, hogy ne üljek baseball sapiban az ebédhez. Harmadik nap leültem a borsóleves elé, nagy nyugiban, persze sapkában. Hátulról olyan salert kaptam, hogy a sapka siltjével azt hittem ketté szelem a tányért. Levettem és ettünk tovább csendben. Azóta nem hordok baseball sapkát. Rovi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Édesapám egyszer elfenekelte nagyon, amikor már indultunk volna valahova, és még egy szoknya miatt hisztiztem, 10 perc múlva bűnbánvalóan ölelgetett, hogy mennyire sajnálja, ne haragudjak. Nem is értettem, hiszen megérdemeltem a verést. Most már értem. KH küldte nekünk. Julival értek egyet, semmi hülye liberális lózung. Ettől hiszik azt a felnőttek, hogy a demokráciában mindent lehet. Nincs cikibb, mint egy hülye gyerek a bevásárló központban. Ez Tabi küldte nekünk. Na Juli, már le nem mosod magadról, hogy veszőzöd a gyerekeket. Bátyámat vízipisztolyoztam a kádban, már jól indul, nem? Tehát már úgy mész be, hogy tudod, mi vár a fürdőszobában. Mire ő lenyomott a víz alá, én meg kiharaptam a kád alját. Letört a fogam. A sírásomat meghallotta apám, aki bejött, kiküldte a bátyámat, és annyira megpofozott, hogy a csapatta a másikat. De miért? De ez ő? Is jó. Hát, ez a, tudod, hogyha összetöröd magad, még jó, meg is verlek. Igen. Kategória. Letört a fogad, és akkor még el is vernek. Szegény. Halmozottan hátrányos helyzet. Igen, kemény. Itt van Kata, jó reggelt. Kata, hello, szia. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Na, téged kibántott. Hát én az édesapámtól kaptam egy pofont, olyan 7-8 éves lehettem, mert hát az édesapám tengerész, és elég jó szövege van az öregnek, nagyon-nagyon sok csaja volt, mindig is, és amikor átmentem hozzá, akkor hát mondta, hogy menjek be a szobába, mert hogy ő neki most ciciznie kell egy nénivel. Ciciznie? Aha, ne! Család? Ne, tehát papa átzavart a másik szobába, hogy te cicizze, ő cicizhessen egy nénivel. Így van, és ezt így be is jelentett, hogy ő cicizne egy másik nénivel. Ez igen, és akkor hát én amikor hazamentem édesanyámhoz, akkor mondtam, hogy én nem megyek az apuhoz, mert hogy ő állandóan cicizik egy nénivel a konyhába, én meg bent ülök a szobába, aha, és hogy nekem ez unalmas. És akkor édesanyám hát ugye fölhívta, hogy hát ő most mit cicizget itt, amikor ott van a gyerek. És akkor kemény család. Mikor mentem édesapámhoz, akkor kint várt az udvaron, és akkor nem szólt semmit, csak nézett rám, és kaptam egy hatalmas salert, majd megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ezt most miért kaptam. És mondtam, hogy nem. És akkor hát persze gondoltam, hogy miért kaptam, hogy beköptem édesanyámnak. De ők akkor még együtt voltak, és apa úgy cicizett, vagy már akkor ők külön nem, éltek? Nem, csak... nem, akkor már külön éltek. Aha, külön tehát éltek, papa legálisan akkor... cicizett már. Uh-huh. Hát igen, de hát azért mégsem, mert hát ugye én ott voltam, tehát hogy... Ez milyen beteg duma, hogy menj be a szobába, mert apádnak cicizni kell. Ez milyen beteg duma, nem? Hát igen. Ez annyira beteg. Még jó, hogy nem az elvált anyukádhoz mentél. Igen. Hát igen. Na jó. Úgyhogy igazából ennyi volt, és akkor ugye hát én ezért kaptam egy hatalmas salert, de soha többet nem bántott meg, egyébként imádom az édesapámat, tehát mai napig jó vele a kapcsolatom, de azért igen voltak ilyen dolgai még, amikor annó fiatal volt, egy ilyen 25 éve. Hát be volt indulva a cicizéstől, persze, kicsit felpörgetett állapotban volt a most papa. Most már nem cicizik? Hát nem, szerintem nem. Már nem. Na jó, van, oké. Már öreg. Köszi, hogy elmondtad. Hello, Katam, hello. Enyémeknek a pofon nem használ, mostanában térdelövöm őket. Kaptuk SMS-ben, igen. Ötten voltunk tesók, szerintetek, kérdezi, fú, azért az kemény lehetett. Ez egy nagyon jó SMS, nem találom egyébként, de nagyon igaza van az SMS írójának, hogy mi a különbség a mostani gyermeknevelés, és itt van, talán ez az, hogy az igazság az, hogy az akkori gyereknevelés tiszteletre, becsületre és tekintélyre nevelt, a mi szüleink más mentalitással, de életre neveltek. A mostani szülő-gyermek kapcsolat inkább baráti, mint szülő-gyermek kapcsolat. Egyébként ebben tényleg van valami. Kevésbé tekintélyelvű. Igen, kevésbé tekintélyelvű, nincs meg az akkori tisztelet, amit a kor és a fejlődés is hoz magával, de a szülő el is vesztette a nevelő szavak súlyát, és egy kis siker élmény a nevelésben, a megfordult szó el is feleteti a szülővel az intő szó okát, levírja. Egyébként tényleg így van, hogy a mai szülők sokszor inkább barátok. Nem ez feltétlen... jó vagy rossz? Vagy nem én kell nem, hát ezt ez később dől el. Figyelj, szerintem amíg... Tehát, hogy nem tudom. Az őszinteség szempontjából szerintem jó. Tehát abból a szempontból jó, hogy amikor barátnak érez, és nincsen ez a fajta félektől, tartok tőle, akkor sokkal könnyebben megoszt vele dolgokat. Igen, meg azért a mi generációnk egy nagyon neurotikus, nagyon szorongó generáció lett. Tehát azért azt nézett, hogy ez a nagyon poroszos nevelés, ez jó, nem feltétlen biztos. Tehát lehet, hogy az a mostani generáció, aki fölnő, és most nem azokra a gyerekekre gondolok, akik ilyen, nem tudom, tényleg úgy nevelik őket, hogy a gyerek fején állhat és bármit megcsinálhat, de talán kevésbé lesznek neurotikusak, szorongóak. Tehát nem az biztos, hogy azért az a nagyon poroszos azért, tessék? Nevelésünktől van csak.
már lehet, hogy a szüleik figyelj. Is hozták magukkal de azért, nem, amit ő, ők végigéltek, érted, a világháború, az első, a második, utána a rendszer. De tehát a mostani, az amit mi nevelünk generáció, nem? Nagyon más lesz, hogy nem. Biztos, hogy nem. Mi még ezt nagyon van. Éreztük. Persze. De visszatérve még egy gondolat elég, lehet, hogy az, hogy annak idején, amikor tekintélyövevőek voltak, akkor nem mertél dolgokat megcsinálni, mert féltél a következményektől. Most meg lehet, hogy őszintében beszélsz róla, hogy megbeszéled, mielőtt megtennéd. Tehát, igen. Hogy azért most már megbeszéled, mi ellopod a Simpsont. Régen nem beszélted, nem, csak elloptad a szomszéd Simpsonját, és így. És arra gondoltam, Fater, hogy kábítószert fogok teríteni itt a térnek a sapkán. Itt szalsz hozzá. Igen, most már ez, igen. Igen, nagyon jó ötlet, fiam, csinál, igen. Na játszunk Kóben bácsival, és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt, szia Zoli. Jó reggelt, sziasztok. Hello Zoli. Honnan hívtál minket, Zoli? Hát most jelenleg Érden tartottam, itt dolgozok. Érden, jó, rosszul hallunk. Kihangosító vagy headset vagy? Nem, valószínűleg rossz a vételem. Rossz a vételed, aha. Lakás felújítasz éppen. Igen. Saját lakás, hogy ezzel foglalkozol? Nem, én egy ingatlan befektetőnek dolgozok, ő megvásárolja, és akkor én felújítom, aztán értékesítik. Aha. Igen. Ha jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Jó. Írják a panaszlevelet. Egy jó kis írógép, így van. Ír Beru néni anyjának, hogy vigye haza a gyereket. Vagy Luke ír. Vagy Luke menne. Luke ír Darth Vadernek, hogy vigye el. Apa. Itt vernek, igen. Na figyelj, jön egy rövid részlet, próbáld kitalálni, hogy kik lehetnek. Na, hát már a hang is jellegzetes egyébként. Hát ez elég nehéz. Kérhetem még egyszer? Hogyne, mutatjuk még egyszer, figyelj. Nem Britney Spears. Az biztos. Semmi? Sajnos. Semmi, mutassunk hosszabb igen, részletet? Igen. Jó, a bögrét viszont akkor kivettük, jó, figyelj, ez így szól a hosszabb részlet. Ebből már hát szinte az egész dalt elénekelte. Semmi, ebből se, ne csinálj, hát ebből már meg lehet mondani. Lassan jogdíjat kell utálnunk. Igen, lassan, te nem adhatunk hosszabbat, mi beperelnek. Hát sajnos nem fog mondani. Valami tippel, semmi? Semmi. Hát, figyelj, megmutatjuk, hallgass meg, szerintem egy ismerős lesz, figyelj. Pedig jellemző volt, ahogy énekelte. Csak nem a refrén volt. Igen. Hát, Zolikám, ez egy rövid játék volt, nem sikerült kitalálnod. Jó? Nem baj. Jó lakásfelújítás neked, köszi a játékot. Ciao. Hello. Nem, jó lakásfelújítást a lendő vevőknek. Az igaz. Igen. 2 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után a Vakrandinkkal, mert hogy ugye hát tulajdonképpen elindult a játék, tegnap már megismerhettük a fiút, aki egyébként nem normálisnak tűnt, így az elmondottak alapján. És az első jelöltet is, Miss Hétfőt. Igen, mert nagyon helyes volt. Nagyon helyes. Hát ők már össze is melegedtek, éreztétek a férfi jelöltünkön, hogy mondta, hogy ő tulajdonképpen megvan. És már rátelefonálok, azt mondja, hogy srácok, már tártalan, bocs. Igen, meg vagyunk, mert nem mondjátok a többit. Na, szóval, hogy mutatjuk a második jelöltet, Miss Keddet, ugye, mert hogy a játék lényege annyi, hogy hát van egy fiú, aki elvihet egy lányt, majd magával valentínozni. Szingliket kerestünk, mert azt gondoljuk, hogy a Valentin úgyis azokról szól, akiknek van párja. Szóljon most kicsit azokról is, akik egyedül vannak Valentin napon. Kérdés, hogy mennyi ideig lesznek egyedül. Talán már most hétvégén el is mennek, ugye? Uh-huh. És együtt töltenek egy egész hétvégét úgy, hogy ők itt éterben találkoznak először. Minden nap jön egy lány jelölt, és végül emberünk eldönti, hogy kivel szeretne elmenni erre a kétnapos Valentin napi hétvégére, Sárvára. Szerintem pénteken legyen az indulás, ne húzzuk, ne halasszuk. Menjenek, igen, kicsit rászervezünk a dologra, de ne várjunk ezzel tovább. Meg legalább tudjuk, hogy jó idő lesz a hétvégén. Igen, na, úgyhogy ezzel folytatjuk. Mindjárt 1 perc múlva, 8 óra jövünk a hírek után. 4:09 lesz, pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, folytatjuk. Azt mondja, hogy Derecske és Berettyóújfalu között mérnek.
Ezt Balázs küldte nekünk, Kaposvár, esik az eső, plusz 4 fok van. Üzeni nekünk Alex. Alex, köszi az SMS-t. A 38-as úton a Nyíregyháza táblánál Tokaj felé az új kamerával mérik a sebességet. Üdv, Donor. Honnan tudja mindenki, hogy ez az új kamera? Más az alakja, vagy más, hogy néz ki? Vagy szebb, nagyobb, csillog-villog? Vadi új? Vigyáznak rá jobban. Új szaga van? Vagy honnan tudják a hallgatók? Nagyon sokan írják, hogy az új kamerával, de én nem ismerném meg, ez ugye ez a Véda rendszer, de hogy ez most nagyobb. Hogy néz ki? Nagyobb? Nagyobb, a régi az egy kicsit jobban videókamerás volt, a régi, ez meg így magasabb. Aha. Meg nem talán fekszenek mellett a rendőrök, hanem nagyon büszkén ülnek. Igen, igen, nem alszik senki. Ez rakolja. Igen, és néha rámutatnak, ő az, reszkesetek. Ha gyerekek, azt mondjátok meg nekem, hogy az M0-ás szakasza az M5-ösig, az M1-estől az most ingyenes, vagy nem? Én megvettem az éves matricát. Bevetted az éveset? Jól tetted egyébként. Hát nagyon sokat mész te vinyékre ide-oda, minden nap leöltök egy állatot az ország valamelyik pontján. Jó, de jó, hogy mondod. Jó, de szép lesz a hétvége. Turkeve, gyertek, jó. Feri bárhova megy el, a körítés más, a nevek mások, a végén biztos, hogy megölnek egy állatot. Ott állatok hullanak, vérnyomok vannak, és böllérek dolgoznak, ott nem tudom meddig. És csodás ételek születnek. Ki van írva az a nulláson, hogy ez az útszakasz január 1-től díjkötelező? Hallottam, hogy az M1-es, tehát a fölmész az M1-esen a nullása, az az 5-ösig ingyenes, és az 5-östől a Ferihegyi rész már ugye az M3-asig az a fizetős. De az miért lenne fizetős? Ez meg miért nem? Nem tudom. Szerintem behalóztam valamit? Szerintem igen. Meg nem az volt, hogy a nullása, tehát az M1-es és az M5-ös közötti rész, a nullás az ingyenes marad? Tuti, hogy nem, hát akkor a másikat is ingyenessé kéne tenni. Most az miért szívjon, aki az M5-ösön megy fel az M3-as felé? Ha nyugat felé mész, az M1-es felé, akkor ingyen mész, ha M3 felé, akkor fizetsz. Nyaralni mész, ingyen mész a 3-as felé, ha dolgozol, arra van, akkor fizetsz. Igen, akkor az is fizetős. Hát, és ha ráadásul ki is van írva ezen a forgalom irányító táblán, ami ugye az M0-es fölött van, hogy ez fizetős útszakasz, akkor az szerintem igen. Na de itt jött a zavar, hogy közben én azt olvastam, hogy az nem. Tehát az M5-ös szakaszáig az ingyenes. Na most akkor mi van valami? Megnézed majd, Gyuri? Nézd már meg, léci. Rá van írva a rendőrautóra egyébként, onnan tudják, hogy új a rendszer. De mi van ráírva? Véda. Ja, tényleg. Akkor az van rajta, hogy Véda. Nagy betűvel. Uh-huh. Véda. Három felkiáltójel a végén. Na mindegy, jó, igen. Nem. Vagy akikre büszkék vagyunk. Árpád híd, Robert Károly között egyes villamos helyett pótlóbusz jár. Ezt Marcsi küldte, valamint a Lébényi kihajtó előtt rendőrautóból szintén trafiznak. Ez az M1-esen van, Pest felé, üzente nekünk Ferike. Köszönjük szépen. Na gyerekek, ingyenes a szakasz. Látod? Biztos. De látod? De közben ki van írva, hogy ez az útdíj, ez a rész, ez január 1-től fizetős. Mindjárt megkérdezem a szóvívőt, már írom neki az SMS. Kérdezz már, Léci. Arra is kérdezz már, Léci, miért van kiírva akkor, hogy az útdíj, az a díjköteles. Az az útszakasz díjköteles. Ez fent van az M0-áson, az 5-ös felé. Jó, M1, M5 között az M0 ingyenes? Kérdeztem Kibédi Varga Lajos. Nagyon jó. Te már csak így vagy. Mi ilyenbe vagyunk a Lajossal, tudod? És tudod, mi hoz bennünket össze? A Csabai Kolbász Fesztivál. Hát mi más? Hát mi, de Feri, mi hozna össze? Ennyi. Mert mi az hozna étel, össze? Az étel. A nem tudom, az őrült nők ketrece a táliában? Hát persze, hogy a csak. Mi az a tália? Hát persze, hogy a Csabai Kolbász Fesztivál hoz össze. Az őrült nők ketrece. Ott szoktuk a Lajossal inni egyet. Kurka Kolbász Szalon alapú barátságaid vannak, de jó, hát ezzel nincs semmi gond. Stabil alapokon vannak a barátságaim. És picit csúran cseppen nekünk is, azért így hétfőn valami kis kétszákolbász, egy kis papírban. Nekem meg némi sajta, mint majd megzabál valaki. Így van, a déli szektor ingyenes. Jó. Akkor most megkérdezem, hogy a M5 és M3 között nem, miért? Nem, ne azt kérdezz meg, hanem hogy miért van kiírva közben akkor, ha ingyenes, hogy jó. Ez az útdíj, ez a szakasz, ez egyébként fizetős, mert miért ott van. Kiírva? Ezeken a hirdető táblákon nézen a nem tudom, ilyen forgalmat hogy jelző táblák. Lajos, nagyon jó lenne, ha bekapcsolnád a rádiót, mert akkor csak a válaszokat kell. Miért van kiírva, hogy fizetős? Kérdezz meg, hogy ízlett a disznótoros, amit a legjobb küldtél neki. Na, gyerekek! Félig meddig privi ez a dolog, de közben nem, mert szerintem sok autóst érint, hogy ők lehet, hogy azért látják a táblát, megveszik a matricát, és mindig csak ott mennek. De nem kell, hogy megvegyék, mert hogy közben nem tudják, hogy ingyenes, de megveszik, mert látják a feliratot. Ennyi. Ugye? Tehát vagy nem az van kiírva, hogy a teherautóknak fizetős? Tehát a... Nem, az van, hogy ez az útszakasz január 1-től díjköteles. Ez a duma. Aha. Anyósomat mindig arra viszem, és
És hát megrettelsz, hogy szegény mama jogsértést követel. Mama mindig fölész, van matricánk, nincs mama, ne aggódjon, semmi baj. Üljön nyugodtan. De hát is mondta, hogy hát láttam a táblát. Adja csak, mama, már lecseréltem a rendszámot. Már így beszél. Tessék? De rég nem találkoztam. Aranyom! Nem jössz be egy kicsit hozzám, Balázs? Már mennyi időlet, nem tudom feltenni a szemét. Olyan jó képű vagy, gyere már be egyszer, most, hogy Vikikém nincsen. Csak egy fél órára ugor már be hozzám. Az első szerelmem emlékeztet, hogy a második, mindegy is, gyere be az a lény. Nem mondom el a lányomnak. Te se mondd el, családba maradj. Olyat mutatok, ezt Vikikém se tudja. Na, ha igazán kíváncsi vagy egy folyóra, akkor menj el a forrásáig. Aranyom, kíváncsi. Megnézted az anyját, elvetted a lányát, pedig az anyja is tud csodát tenni, Balázska. Na, gyerekek. Kb. Az van, csokoltatjuk ki, mamát. Persze, kiírva, na, hogy a következő lehajtó utáni szakasz fizetős. Nem ez van kiírva. Elmondja, hát, műsorba hát, is hát, kérdezi. Nem ez van kiírva. Nem ez van, hogy a következő... Nem ez van kiírva. Az van kiírva, hogy a következő lehajtó utáni szakasz fizetős. De ha mondjuk te az M6-osnál hajtasz föl... Jó, Apple ügy lesz. Akkor várja, mert akkor igaz, neked jó, van igazad, mert akkor van még lehajtó. Mindegy, nem menjünk bele. Na gyerekek, romantikus valentinnapi hétvége. Szinglik éjszakája. Ugye? Nagyon jól hangzik. Erről szól a dolog, mert hogy eldöntöttük, ne csak annak legyen boldog a Valentin, akinek van valakie, hanem azoknak is, azokra is gondoljunk, akiknek nincs senkiük. Elindult a játék, ugye ez a vakrandis játék, viszont ugye András, ami pasink, aki 36 éves, és rendszerfejlesztő mérnök. És szeretne cicizni a másik szóval. nem mondta ki konkrétan. Igen, barna hajú, kékszemű, 185, magas, 90 kiló, izmos, nem mackos típus, és nagyon pasi, szeret főzni, okos lányt keres. Tegnap már találkozott is, ugye így az éteren keresztül, Krisztával. Aki nagyon helyes volt. Aki nagyon helyes csaj volt, egy kis csicsergős, ambiciózus, imád sportolni, egy HR-es. A cserfes HR-es. A cserfes HR-es. Szegedről. Ha ez a játék nem megy tovább, ők már szerintem együtt hétvégeznek. Tehát hallatszott, hogy megvan a kémia. Ugye? De hát a játék megy tovább, mert hogy 4 csaj még jelentkezik. Egyébként lehet még jelentkezni. Morning Show kukac, kassz.fm.hu. Fontos, hogy fényképpel jelentkezzen mindenki. Jó, nagyon fontos a fénykép. András miatt leginkább. Tényleg. Tehát küldjetek fényképet, legyetek kegyesek. És... hát ugye a lényeg, hogy ma újabb vakrandit hallunk majd, és aztán András pénteken választ. Miszked fog ma bejelentkezni. Hát Kriszta tényleg magasra rakta a mércét tegnap. Lendületes igen, volt, temperamentumos, nagyon jó beszélőkéje volt, egyébként humora is volt, ráadásul van egy nagyon jó egzisztenciája, és hát mi láttuk a képet, csinos is. Bizonyám. Csinos volt, helyes nem volt, igen. El ilyeneket, hát nem, a vakrandi van. Ja, ronda volt, buta, épp most fogják kirúgni. És egy hatalmas kelés volt az arcán, ami szőrös volt már, igen. Így van, és nem tudjuk milyen magas, mert az egyik lába rövidebb. Nem, hát próbál az ember mindenféle típusból választani természetesen, de hát aztán úgyis majd András dönt. Na, itt van a mi lovagunk, aki készül a romantikus hétvégére már. András, hello, jó reggelt kívánunk neked, ciao. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, hello. Na, mi újság? Kaptál ismerősöktől SMS-eket, hívásokat, hogy hallottuk-e? Te voltál-e? Hát igen, igazából elég sokan megtaláltak, meg rájöttek. Közben ismerősök azért így felismerték. És volt na, olyan lány, aki azt mondta, hogy miért nem én? Persze, két dolog volt. Az egyik azt mondta, hogy egyből ránt gondoltunk. Gondoltuk, hogy te neked kéne menni, a másik meg az, hogy egyből arra gondoltam, hogy nekem kéne jelentkezni rá. Úgyhogy mondtam, hogy lányok, meglátjuk ez, hogy jön össze. Igazából bármelyik hétvégén ettől függetlenül nyitott. Ennyire szeretnek, ennyire gondolnak rád sokat így a hétköznapokban, vagy azért gondolták, mondták ezt, hogy ne őket zsibbazná végre? Csajozz már be végre, igen. Hát remélem, hogy ennyire kedvelnek, hogy eljönnének velem ezen kívül is. Figyelj, neked a most hétvégét szabad egyébként? Azt meg se kérdeztük, hogyha ez ennyire gyors és ennyire akut, akkor valószínű, hogy pénteken indultok. Tehát ugye most van Valentin, hát akkor ezt kell együtt tölteni. 2-3 hét múlva az egészet már kicsit megette hogy a fene. Hát rendeltem is rá 3 nap napsütést, szóval mindent összehozom. És rendeltem napsütést. Igaza van, most mondtad el, hogy plusz 10 fok napsütés. Napsütés, egyébként tényleg jó idő lesz. Igen. Igen. Ez a terv, reméljük, hogy a szél felszállítja ezt a... Hát azért itt eléggé havazott, tehát tegnapi nap az nagyon csúnyán nézett ki.
Ha ez mind felszárad, akkor szerintem egy nagyon jó kis hétvége lesz. Igen. András, tegnap nem voltál eléggé rámerős, gondolkoztál ezen, hogy nagyon helyes volt a Kriszta, de semmi kicsit erotikus jellegű kérdés nem hangzott el. Most nem konkrétan arra gondolok, hogy mi történne hétvégén, ha együtt mennék, nem, ennél finomabb dolgokra, hogy miben alszik, milyen erotikus élménye volt az elmúlt egy évben, hol randizott, ami nem egy megszokott helyszín volt, volt-e valahol légyotton egy olyan helyszín, ami mondjuk nem négy fal között történt. Tehát nagyon, nagyon visszafogottan, nagyon szépen csináltad ezt a dolgot, de én úgy éreztem, hogy Kriszta egyébként válaszolt volna ezekre a kérdésekre. Vagy hétvégén megválaszolja. Te mindig ilyen úriember vagy? Tehát amikor randizol, akkor nem kezded el a csajokat kicsit így finoman, azért így nem tudom, így megkérdezgetni, kíváncsiskodni, hát, kicsit belemenni egy ilyen flörtbe. Igen, de másfél millió, vagy hát így 3 millió szem közt azért ez sokkal melegebb. Sokkal melegebb. Ez lebeg a szemem előtt, igen, hogy azért akik ismernek, azok úgy ismernek, hogy persze közelebbről kicsit, igen, izgalmasabb a dolog, de meg hát négy szem közt persze, hogy megkérdezi az ember az ilyesmit. Hát csak most van lehetőséged ezeket tisztázni, hát érted? Igen. Mert a négy szem közt az már ott lesz, egy két napos együttléten. Igen. Mi a kedvenc ruhadarabja? Miben alszik? Tegnap óta gondolkoztam ezen, hogyha ugyanezt visszakérdezné tőlem, és én élő adásba elmondanám el, hogy milyen extrém hely volt, vagy mind gondolkozom, hogy hol kéne, vagy hol lehetne kivitelezni ilyen dolgokat, azért én sem biztos, hogy szívesen válaszolok. Figyelj, ez pont olyan ez a beszélgetés, hogy csak súroljuk, tehát hogy pont nem beszélünk semmi konkrétról, tegnap sem, ma sem, de az, hogy például volt-e egy olyan extrém kalandod valahol, ami négy fal között, és elmondja, hogy igen, egyszer, nem tudom, Balatonon valahol, és nagyon klassz volt, abban még nincs semmi, tehát ez nem ilyen nagyon erősen intim, tehát mi is vigyázunk arra, meg ez így jó ez a beszélgetés, hogy majdnem kimondunk, de inkább éreztetünk dolgokat, aztán majd te döntesz arról, hogy tetszik az illető, vagy nem. Jó, na figyelj, meglátjuk. Hát, meglátjuk, jó. Lehet. Vannak ott extrém helyek egyébként, tudnánk nektek ajánlani pont a lakóhelyetekkel szemben egy nagyon helyes kis tyúkolat. Mi ott voltunk bent, ajánlani. Egyébként igen, ez egy jövösmenős hely, tehát ne is arra készülj, hogy majd ti ott nem tudom, mert tényleg ott wellness-eztek, meg szaunáztok, mert ez nem egy ilyen hely, ez egy major, ahonnan el lehet menni egy csomó helyre, túrázni, kirándulni, stb. De hogy ott aktív programokat lehet csinálni. Igen, láttam őket, utánuk néztem, igen. Nagyon remélem, hogy lesznek izgalmasabb, vagy hát érdekesebb programok, meg hát kölcsönös szimpátia esetén, ugye bármi megtörténhet, én azt mondom, mivel, hát hogyha a cinglit keresünk, és én is az vagyok, igazából miért ne? Maradj az péntekig lehetőleg, jó? Mert itt lehet, mert csütörtökön annyi kérőd lesz, jönnek az SMS-ek, hogy hallottalak, engem vigyél, tehát én próbálj cingli maradni legalább most hétvégéig, mert péntekre már... Ismerősök mondják, hogy hétvégére készültek valahova csobbanni, hát akkor már miért ne oda mennének a közelbe, mondtam, hogy nagyon jó lesz. Júj, de szép! Már jönnek a többiek, igen, jó lesz ez. Na, hallgassuk akkor meg a mai jelöltet, egy kicsit mi beszélgetünk vele, kicsit felhozzuk neked, jó? Előbeszélgetünk, jó. És aztán átadjuk neked, hogy kérdezzetek egy-két dolgot, hogy tudjál dönteni pénteken. Jó? Hogy ki az, aki szimpatikus? Hát nyilván egyelőre ugye az előző játékos él benned, Kriszta, de meglátjuk majd most. Hát és sajnos tőle tényleg nem is kérdeztünk semmiért. Nem! Hát bár nagyon aranyos volt, és elmondott egy csomó nyent, tehát tényleg magasra tettem értére, hogy ti is mondtátok. Kíváncsi leszek a keddi leányzóra. Na meghallgatjuk, figyelj egy kicsit, jó? Itt van már is. Okay. Melinda, hello Melinda, jó reggelt! Sziasztok, fiúk, jó reggelt! Na, hát hasonlóan cserfes, vidám hangú lány, mint tegnap Kriszta. Hello, Melinda! Na, mielőtt átadnánk Andrásnak, egy kicsit még előtte beszélgetünk. Hány éves vagy? Mit csinálsz? Néhány mondatot magadról, jó? Jó, rendben van. Tehát 31 éves vagyok. Igen. Kinézetemet tekintve körülbelül 172 cm magas, 60 kiló, 70 átlagos testalkatúnak mondanám magamat. Uh-huh. Vidéki lány vagyok, de Budapesten dolgozom 5 éve. A végzettségem közgazdász. Közgazdász? Na, hát az nagyon, nagyon jól hangzik, igen. Jelenleg pénzügyekkel, kontrollinggal foglalkozom egy multinál. A pénzügyesek mindig vadak, nem? Tehát azt gondolja az ember, hogy ott a számok, tudod, a Excel táblázatok, hazamész, és akkor ott elszabadul a pokol. Komoly kapcsolatod nyilván volt már, amint túl vagy, gondolom igen. Én. Igen, volt egy pár. Hát nem az elmúlt években, sajnos nem így alakult, de azért volt. Nem jött, vagy nem volt olyan pali, vagy volt egy-két csalódás, és emiatt nem is akartál? Mi az oka, hogy azt mondtad, hogy nem hát, nagyon valahogy volt? Valahogy nem volt szerencsém ezen a területen igazából. De randizgatni azért randizgattál, vagy mentél? Igen, adtál igen, esélyt? Igen.
Igen, igen, volt azért, persze. Uh-huh. Szórakozni szoktál-e, járni, elmész-e barátokkal, barátnőkkel? Hát, ilyen beülős helyekre inkább, beszélgetős beülős helyekre. Olyan nagy, kimondottan diszkóba például már nem igazán. Aha, hát azt mondta, ebben a korban azt az ember megérti. Egyébként igen, jelleg, igen. Az... És már, miben már... alszol? Pontosan. Na, jön a lényeg, jó, aranyos, perc, jó, de miben alszol? Miben alszol? Halloween-ben. De a hosszúban, vagy ez a kis rövid? Hát, mondjuk olyan térdigérő. Jó, de nem ez, a, nem ez a piroskás, amikor megy a piroska nagymamához, és akkor ott fekszik egy ilyen, fedő, hajkötő, vagy benne, és egy ilyen nagyon fura állunk. Mert hát egy ilyen kis... magad után a parkettán, egy gyertyát viszel a kezedben, a fejben, hajháló van, és uborkapakolás. Mi volt a leghosszabb kapcsolatod eddig? 4 év. Na, és mit vársz ettől a randitól? Tehát mit szeretnél, vagy mit keresel ebben? Egyáltalán, hogy belementél egy ilyen vakrandiba? Hát erre azért nem mindenki hajlandó. Hát, ezt egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy ezt így felvetettétek, és esélyt adtok két szingli embernek, hogy egymásra találjon. Hát igazából veszíteni valónk nincsen, úgy gondolom. Tehát ez egy nagyon jó élmény lehet. Egy jó kaland, bárhogy is alakuljon. De hangod alapján nem vagy azért az a nagyon gyerecipú hambekaplak, nem? Tehát ha mondjuk András szimpatikus, akkor elképzeled, hogy vasárnap már mit a kéz a kézben sétáltok, hogy elcsattan igen. Egy csók, vagy... Hogy gyere baget, hambekaplak. Hát... gyere baget. Szóval csak kérdezem, hogy olyan kis visszafogottabb. Na, tényleg? Igen? Igen. Tehát, hogy a szimpi, akkor azért vevő vagy arra, hogy ez valójában egy jó hétvége legyen. Igen. Mm-hmm. Tetszik igen. Neked a hangja alapján? Hallgattál minket igen, tegnap? Igen, igen, igen. Nagyon szimpatikus András, igen. Mit szólsz, egy mérnök ember, aki sportol, főz? Hát én már keresem, hol a hiba, mert annyira idillének tűnik ez, hogy igen. Itt valakinek két töke van. Én sem találtam benne kivetni valós, igen. Erre szokták mondani. Biztos, hogy át ránk. Nem biztos, hogy át ránk, de gyerekek, annyira gyanús, és annyira szép ez a sztori, erre szokták mondani, hogy itt valakinek, ugye? Na, jól van, figyelj ide, akkor összeengedünk benneteket. Te készültél kérdésekkel, Melinda? Nyugodtan lehetsz egy kicsit szemtelen, igen. Nyugodtan bekérdezhetsz egy pikáns. Picit. Pikáns. Te is kérdezek, hogy mivel szeretsz aludni? Hát, Halloweenben mondaná. Nem élem benned. Jó, mehetünk? Igen. Na, itt van akkor András. Hello, András, újra jó reggel. Na, megint. Már megint? Mit csinál ez a fiú? Hát, biztos, hogy csörögtek a Toyotától. Adunk egy előfizetést is valamit. Vagy mi nem tudunk két embert pultra rakni? Vagy mi történik? Visszahívod, Anna? Jó? Na, addig mondd egy gyorsan, most nem hall minket, vagy nem biztos. Mit akarsz tőle kérdezni? Hm? Ami kicsit olyan pajzánabb, van ilyen? Hát, inkább majd személyesen. Majd neki. Szereted a történelmi filmeket? Hát, kosztümösen. Jaj, egy jó mérnök ember, ugye? A kollégáid vannak ott a háttérben? Igen, most éppen elhaladt mellettem. Ők tudják, hogy jelentkeztél? Nem. Nem tudja? Nem. Titokban tartottad? Igen. Nem akartam, mert most megtudják. Na itt van András, figyelj, hello András, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt még egyszer. Nem tudom, melyik gomba sátok, amit megnyomtok, de az engem kidob és leteszi a telefon. Lehet, hogy az egyik hallgatót átveszük, ott lehet, hogy téged automatikusan a pult kirak. Fránya technika. Igen, hát nem azért, mert indultam Melinda felé még, de meg ugye mindig lendületben vagyok, és elindulok a lányzók felé. Melinda, jó reggelt! Jó reggelt, szia! Hallgattam egyébként, attól függetlenül szerencsére most egy másik hát ilyen épületrészben vagyok, ahol már is többen hallgatják a rádiót az épület másik csücskébe, úgyhogy ilyenkor mindig odaszaladok, úgyhogy hallottam. És azt mondják, hogy őt vidd! Igen, hát igen, néhányan mondják, aztán persze itt megosztanak a vélemények, mindjárt megy az, hogy a mit hétfő, vagy hát a Krisztina, és akkor persze ez majd úgyis én fogom eldönteni, de azért jó fejekes váltok itt, nagyon lelkesek ők is. Egymással is akartok beszélgetni? Igen, mert nagyon bánjuk előre. Itt vagyok, bocsánat, szervusz. Jól hallom, hogy titokban van, ez tartva nálad? Hát igazából két barátnőmön kívül nem szóltam másnak, de lehet, hogy most... Most jól kiderül. Lehet, hogy most kiderül, igen, de nem probléma. Igen, és jól hallottam, hogy egy multinál dolgozol. Igen. Közgazdászként. Igen. Tegnapi nappal kapcsolatban beszélgettünk egy kicsit arról, hogy lehetne esetleg egy-két olyan kérdés, de a srácok mindjárt el is puffogtattak egy párat, tehát
hallottam ez a miben alvás, meg ilyesmi, azért ez igazából a Janinál jött elő már múlt héten. Ez nem is érdekelt. Szóval térdigérő hálóing? Körülbelül, igen. Tényleg? Lehet, hogy egy kicsit rövidebb. Aha, na, jól hangzik. Na, például mit veszel föl? Segítek egy kicsit, mert hallom, hogy itt megint finoman itt körbe nyalogatjátok egymást, amíg elmész egy randira, Melinda. Tudod, hogy lehet, hogy a randi lesz valami, mert sokadik randi. Mi az, ami rajtad van? Milyen a fehér nemű? Mit hagysz otthon? Mit veszel fel? Mi a kedvenc ruhadarabod, amiben szerinted egy nő szexi? Vagy erre a hétvégére például miben mennél? Hát nyilván vinnék magammal valamilyen kényelmes ruhát, amiben esetleg lovagolni is lehet, hogyha már lesznek. Nem rossz. Aha, lesznek egyébként. Mondjuk az esti vacsorához valamilyen szép szoknyát, egy szép harisnyával. Sportolsz valamit egyébként, Melina? Igen, rendszeresen járok spinningre. Az jó! Te vagy az én. Az jó. Az gyártja a popsit. Igen, András, mit szólsz ehhez spinning? Tudod, mi a spinning? Hát hogyne, én is spinningetem régebben. Igen, elég jó állóképességet ad, ha jól emlékszem. Figyelj, mert ebből a Halloweenból vissza kell jönni valahogy. Ezt én érzem, hogy ez egy neurológikus pontja a beszélgetésnek, ez a Halloween, hát ezt én látom magam előtt, ebből valahogy vissza kell jönni. András, te miben alszol? Halloween. Mesztelenül? Ez Halloween-es és egy mesztelen. Az egyébként nem baj, tehát kellemesen össze tudtok majd bújni, és akkor egyik melegíti a másikat. Melinda, az elképzelhető, hogy most, ha te leszel az, akit kiválaszt a főhősünk, elmentek pénteken, és már együtt fogtok aludni. Az benne van a pakliban, hogy egymás mellett, még ha nem is történik semmi, francia ágyos a szoba, és egymás mellett kell aludni. Gyerekek, egy szobát béreltünk. Igen, úgy tudom, hogy egy szobát, csak hogy széthúzni vagy nem. De ez belefér? Nem fogom leküldeni szegény Andrást a földre, tehát... Bizonyos helyzetekben lehet róla szó, de... De nem mondom, hogy nem lenne... András, hát gyere már egy kicsit velünk. Mondjad, Melinda. Természetesen, hát egy ágy van, akkor egy ágy van. Tehát. Hát figyelj, még dönthetünk úgy is, hogy dupla francia ágyat kaptok, vagy egy francia ágyat. Ez rajtunk múlik egyébként. Tehát meglátjuk majd pénteken, milyen heves vérmérsékletű beszélgetések bontakoznak ki, és akkor meglátjuk. Egyelőre most titeket külön szobában laknálat. Vagy egy szív alakú vízágyat. vagy egy rohadt nagy vízágyat. Jó, Melinda, akarsz-e még valamit kérdezi Andrástól? Ami kicsit úgy pasi is, kíváncsi vagy rá. Hány barátnője volt? Mennyire nőfaló? Azt szeretném megkérdezni. Igen? Mi volt az a legextrémebb dolog, amit megtettél egy nő kedvéért? Na, ez jó. Extrém dolog, amit egy nő kedvére megtettem. Tehát egyébként nehéz válaszolni. Igen, tehát most, ha nem is pikáns dologra gondolunk, jó kérdés. Szerenádoztál neki, álltál az esőben, 5 órán keresztül vártad. Nem hívtad többet, soha többet. Gyerekek. Hát olyan nyomozásra már volt példa, hogy ugye mondjuk egy minden reggel ugyanott találkozunk, tehát elsétált, tehát körülbelül mellettem sétált el a leányzó mindig, amikor az autó, vagy amikor indult a munkába, és megmondom őszintén, volt olyan, hogy... Na hát nem Szabit vettem ki, de kicsit késtem munkából, és akkor megnéztem, hogy mégis melyik boltba megy be, merre megy, hogy aztán meg tudjam letni egész életlenül egy teljesen ártatlanul betérő vásárlóként. Hát elég ciki volt a dolog, mert hogy egy női fehér nemű boltban dolgozott a leányzó, tehát igazából oda csak úgy betoppanni, hogy hello, az úgy elég ciki volt, de igazából megismerkedtem a leányzóval, úgyhogy egy kis ilyen nyomozó munka volt, ami esetleg ez, hát így extrémebb nem is volt annyira korrekt, meg egyenes, én ezt bevallom. De hát, ez basszus, leizzadtam, ez nagyon durva sztori. A kutyafáját leteszem a hajamat rögtön egyébként. Nem, de szóval értem. Jó, hát veszélyesen érsz te is a kutyafádat. Na, hát azért, azért most, ha veszélyről van szó, akkor ott is helytálsz. Hát nincs ezzel baj. Így utólag én kérek elnézést a lánytól, a nevem. Tessék, egy kérdés csak segítek, jó? Én ilyen közhelyszerű, de kicsit egyszerűbb kérdésekre gondoltam. Melinda, kérdezd meg, hogy mivel kényeztetél engem, ha rossz kedvem lenne? Tehát ezeket kell kérdezni, mert nincs
semmi, de mégis jó, azért... Én is kérdeznék, hát, hogy nekem is van kérdésem persze a lehányzóhoz, de az, hogy ő mivel... Egyébként majdnem mindent előttek, amit én is föltennék, hogy... hogy mind megkérdeznéd, csak ezt mi elmondjuk, tessék, na te kérdezél akkor, na, egyet kérdezzél. Utána, hogyha hazaérne a párod, és mondjuk valamivel meg szeretnéd letni, ez körülbelül ugyanez a kérdés, akkor mi lenne az, amivel... várnád, amivel... Ja, ne arra, ugye sokkal unalmasabb kérdés, mint amit én kérdeztem, mert én azt, hogy konkrétan mivel kényszerítél a párod, ez a mivel várnád forró habfürdővel, hát... Na már erre csak azt kell, hogy az legyen a válasz, hogy egy jó oldag grizestés. Csinálnék neki a kedvencét, a rizsabizsát. Na, hántott pár zsiba. Na várj, adás, Melinda hazamegy, fáradt, mivel kényezteted, mit csinálsz? Hát brutális, hogy jutok masszírozni többet között. Masszírozom. Szereted a masszírozást? És kitartó is vagyok, sőt, mivel én is járok masszőrhöz, meg csontkovácshoz, én külön órákat is vettem csak azért, hogy aztán ebben majd jobb legyek. Tehát külön kértem az illetőt, hogy az alapfogásokat tanítsa meg azon felül, hogy mivel fejezzük be, vagy azon kívül, hogy mivel fejezzük be, azt ugye nem. De hogy legalább a főkeringés rendszer, meg egyáltalán, hogy merre kéne, meg hogyan kéne minden a főkeringés rendszer. Na jó. De várj, ez idegen a lányok kedvéért, hogy aztán ez még profibb legyen, tehát hogy az ne csak egy ilyen maszatolás legyen, hanem egy tényleg rendes. Hát azért erre én készültem. Aha. Jó, készültél a masszázsra. Jó, figyelj, tegnap jobban éreztük a kémiát, meglátjuk, ez a te döntésed lesz, ez ma nem annyira erős kémiailag, de aztán lehet, hogy még átgondolod, és aztán lehet, hogy egymásra találtok. András, te fogod eldönteni, itt mi most véget vetünk ennek a beszélgetésnek, Melinda, neked megköszönjük. Jó? De már kezd vállalhatatlan lenni. Annyira belementünk itt, hogy már túl erotikus. Igen. Hogy meglátjuk, jó? Melinda, neked köszi. Írek itt a hallgatók, hogy Melinda, tedd le a telefont, sír a gyerek a férjet. Csak humorizálunk. Melinda, puszilunk, jó? Köszönjük szépen. Hallgassál minket pénteken, legyél elérhető, ha András úgy dönt, hogy veled szeretne elmenni. Jó? Köszi. Puszi, ciao, hello. Egyelőre jól éreztem, hogy ez most nem volt meg, ugye, András? Igen, nekem szimpatikus volt az elején pedig a hölgy. Nem, András, hogy hogy neki, Melinda, nem volt annyira meg, nem voltatok egy hullámoszon, nem? Nem tudom miért egyébként, igen, hogyha a kémia a kérdés, hogy működik-e, akkor azt hiszem Krisztinával egyelőre jobb jobban működik, igen, de még nem akarok semmit elsietni, de... Én tudom, a hála engem ment el, ott valami kisiklott. Igen, hálója eltört. Azt én is láttam magam előtt. Jó, oké, holnap hívunk, jó, és folytatjuk, csajok jelentkezhetnek, az a lényeg, hogy fényképet küldjenek, 30-as csajok, 40-esek, mindegy igazából, és holnap jön a következő delikvens, jó? Jó, köszönöm szépen. Okay. Előre is. Köszi, András. Ciao. Holnap hívunk. Hello. A delikvens. Egyszer dögösebbnek, rámenősebbnek kell lenni. Igen, szóval, itt a csajok el akarnak menni ilyen vakrandira, Melinda jó volt, egy kis visszafogott, helyes, aranyos, tehát ennél dögösebbnek kell egy kicsit lenni, bátrabb. András is szerintem azért húzta be a kéziféket. Igen, tegnap ez jobban. András attól is lefagyott volna, hogy mondjuk azt mondja neki Melinda, hogy ja, és most azon gondolkodom, hogy vaníliásat vegyek a 10 darabos gazdaságos latexmente offszerből, vagy pedig eperizőt. Jó, gyerekek, holnap folytatjuk. Én kíváncsi vagyok, én szeretem azért, amikor két vadidegen ember, egyébként felnőtt ember megpróbál egymással adásból elbeszélgetni, és olyanokat kérdeznek, hogy igen, mivel várnál itthon. Jó, nincs ezzel baj. Jövünk mindjárt vissza. Jó, hármas ugrása, valaki szeretné jelentkezni, tegye meg, egészen nyugodtan, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 8 perc múlva, pontosan 9 óra, szép reggelt kívánok mindenkinek. Nyíregyházán a rendőrség parkolójánál mérnek méghozzá egy fehér transzporterből. Tóth Gyula küldte nekünk a 4-esen, a 71-es kilométernél Ceglédnél szintén mérnek, mindenki menjen óvatosan, valamint Zala megye Bagot belterületén mérnek a rendőrei, ezt Danesz küldte nekünk. Köszönjük szépen, pedig játszunk már is valakivel hárosugrást. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Viki, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Viki, mi újság? Viki, honnan hívtál minket? Győrből telefonálok. Győrből. És mit csinálsz? Konyhán dolgozok. Konyhán? Egy most étteremben. Én panírozok. A fiúk főznek, minden nap nagyon sok mindent csinálunk, úgyhogy túl vagyunk már egy csomó rántott sajton, rántott csirkevellen. Hát csak az olajat várják és a vendéget. Igen. Ki főz, de vagy ilyen üzemi konyha, egy munkahelynek, vagy hol főztök?
Nem, ez a belvárosba. A belváros, tehát egy étterem, aha. Igen. Akkor igen. Szeretik a rántott holmikan. Igen, nagyon. És aki paníroz, az ilyen szakács segéd? Vagy te ugye nem szakács, hogy te besegítesz, hogy előkészítesz? Igen, hogy... aha. Igen. Főznek még itt húsleveszt, gombaleveszt, drassói készül ma, örkölt, tökfőzelék. Van minden. Én mindig utáltam panírozni, mert a vége mindig az volt, hogy ilyen 2-3 rántott sajt után már így a kezemen ilyen kilószámra állt minden. Igen, de meg lehet tanulni ezt úgy, hogy tiszta marad a kezed. Na, kicsit rendbe tettek, érted? Tiszta panírozás? Van ilyen? Igen, vagy hogy marad tiszta a kezem? Én is, amikor rántott húsát a gyereknek, akkor így nekem is 3 percig lemosom, én utálom a panírt, rosszul vagyok tőle. Tehát így állandóan. Közben nyalogatod az ugye. Az milyen gusztusos, az milyen. Az milyen gusztusos, igen. És most Viki megerősített volna ebben, hogy mi is így csináljuk. Mi is megnyalogatjuk az ujjukat. Figyelj, Viki, ez igaz, hogy... Két héttel történik a panírozás, és akkor így tiszta marad a kezed. Az egyiken csak tojás, egy pici, de hát az leöblítod egy kis vízzel, ha úgy van. Más jaj, de jó. Egyiken a lisztet, másik tojás, utána az igaz, hogy a brassói az ilyen fűszerezett maradékhús? Tehát, hogy az egy ilyen, olyan, mint a hortobágyi palacsinta, hogy sok étteremben az egy ilyen gyűjtőfogalom, hogy megmarad ez, megmarad az, ledarálják, megfűszerezik, nem. És abból lesz a hortobágyi. Nem, nálunk nem így készül, nálunk friss húsból fölkockázza. Még imádtam volna bemondott, hogy tök jól mondott Balázs, mi is így csináljuk, tehát ez kicsit erős lett volna, én még nagyon szerettelek volna, de kicsit erős. Pedig nem. Visszajön a vendégtől, lemossuk és mehet bele. Vagy azt mondta volna, hogy nem, máshol így megy, de nálunk nem. Gyerekek, szerintem meglepődnénk, hogy hány helyen megy így például, nem? A hortobágyi meg a brassói, álltok ezek a nagy gyűjtőkaják, amiket ugye feldolgozós, hogy ne kelljen kidobni egy kis pörkölt maradék, egy kis rántott hús maradék, ledará, jó lesz. Jó, de rendes helyeken nem csinálják. Rendesen igazi darált hús van, igen. Na jól van. Viki, milyenek a kérdések? Mármint, hogy Jani, milyenek a kérdések? Azt mondja, hogy szerintem nem fog menni. Ezt nagyon szeretjük. Menni fog egyébként. Nem, sokan vagytok ott, össze fogjátok tudni hozni. Van, aki segít? Vannak ám bizony a két fiú szakács, és még a két kasszás lány is bejött a konyhára. Az nagyon jó, akkor van segítséged. Na menjünk. Így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Milyen nemzetiségű volt a Kis Herceg című regény írója? Francia. Éj, ez hogy ilyen jól ment? Pontosan így. Ennyire szereted? Hát, ugye muszájból kellett. Most már mondjuk lehet, hogy magamtól is elővenném el olvasni. Így van, azért az egy nagyon jó kis regény. Helyes kis regény. Na jól van, mehetünk tovább? Igen, mehetünk. Sapkáért, sálért így szól a második kérdés. Melyik században zajlott az amerikai polgárháború? Nem kapkodni, gondolkodni. Hú, de nagyon elcsendesedtetek. Igen. Többiek? Senki? Tippelhetünk? Hát, persze, nem csak lehet, hogy rossz lesz. Ne kapkodjatok. Igen? Na. Ahó. 18. Hát 19. Ugye az 1800-as évek, hogy ez a 19. század, itt mindig van egy kavar. De jól mondtátok, hát arra gondoltatok, hogy az 1800-as években is ezért 18. Ne, század. Nem, az 19. már. Jó irányból közértettek meg a kérdést. 1861-től 1865-ig ez volt ugye az észak-dél elleni háború. Igen, ez ugye a évszázadot nézed, mert mindig egyet hozzá kell adni. Plusz egy. Tudod, most 21. van és 2000. Igen. Nem baj, majd talán legközelebb. Jó, ezt szeretem, ha valaki nem keseredik el nagyon. Viki, legközelebb, jó? Oké, köszönöm. Köszi a játékot. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mérjünk a 84-es főúton Sopron előtt a kosárházánál a kópháza felől érkezőket. Attila Sopron, ezt ő? De drága, mérünk. Hát igen. Te jó fejek vagytok. Akikre büszkék vagyunk, kocsiból? Az újból, igen. Az újból védások vagytok? De tényleg jó. Ha tényleg ők küldték, és ők mérnek, és ezt elküldhetik, az nagyon jó, mert meleg, hogy ezt szerintem ők ezt így nem küldhetik el, de ha ők azok, akkor köszönjük. Káptalanfa és gyepőajka között egy kocsi felborult, a sofőr jól van, rendőr még nincs kint. Ezt Tomi küldte nekünk, valamint szakad a hó a 8-as főút, Herend-Veszprémi szakaszán Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig megyünk tovább, gyerekek, kedvem. Úgyhogy ez egyet jelent, hogy megjött hozzánk Kassz a TV, vele folytatjuk a hírek után. 4:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és friss közlekedés híreket mondunk, mint mindig az óra elején. Győr kivezető Abda felé a híd alól mérnek a birodalmiak. Szabi küldte nekünk. Pécsett a 6-os úton egy hotel előtt mérik a sebességet, egy Opel Astra
rendőrautóból figyelje mindenki üzeni Merci. Aztán Kapuváron mérik a Sopron felől érkezőket, kicsit szabálytalanul Pável üzente, mérnek a 25-ösön, a 9-es körnél Eger előtt üzeni Massa, és Máté Szalkán azt mondja, hogy fehér A3-asból mérnek. Ezt Szatyi küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. A Hortobágyi a vendéglátás Párizsia, írják. Egyébként szép, igen. A brassói frissen készült kaja sertészűzből. Hát ez így nem igaz ebben a formában, mert ahány az elsőt, az eredetit, ha lehet ilyet mondani, a Hiány Gazdaság szülte és a Mátyás pincéhez kapcsolódik. Képzétek, eljött egy nagy csoport, és csak sertés farok volt a konyhán. Az első brassói az ebből készült, és nem sült krumpli volt benne, hanem hagymás tört krumpli. A farok levágták a húsos részt, tehát nem főzték vagy sütötték bele az egészet. Azért. A húsos rész csak, és az első az nem sült krumplis volt, hanem hagymás tört burgonyás. Na, ez jó hangzik. Mostanában igen, szűzből szokták csinálni. Azért egyszer őszintén megnézni, az elmúlt pár évben mit tettünk meg, nem? Tehát, hogy minek álcázott, miket ettél meg így étteremben, azért meglepődnénk. Na, gyerekek, kedv van, ez pedig ugye egyet jelent, mégpedig azt, hogy megjött hozzánk Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már roviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasatibi, kakasatibi. Wow, kakakasatibi, kakasatibi. Hey! Tibi! 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 Hello, Tibi! Balázs! Kakakasatibi, kakasatibi. Nem az, mert soha, esküszöm, hogy integettem meg, csak csak egyes, egy, kettő, egy, kettő. Hallod, csak, nézek, csak mindent, bámulok ki a fejemből, telefon, minden. Gomb van ott. Hallod, tudod, mennyi új gomb van itt? Meccserna. Mindig elfelejtelek, de nem volt tudatos. Hello, Tibi! Szevasztok! Hogy kiarcoskodtuk a Sztori Gálán a diadalotokat, vagy az csak finoman említettétek? Nagyon szerényes, visszafogottan hétfőn 6 órától 6 óra 10-ig beszéltünk róla. Tehát figyelj, az a rossz fejkedés, ami ott ment. Tehát, hogy figyelj, konkrétan egy a sor... részükről? Hát ott én is azért fizikét bújtottam őket. Valamelyik, mi volt az, amikor Jani picikét így megölt a bulit? Azt hiszem a leg hát, nem is mondanám be adásból, mit mondod, ne is mondjuk. Nem biztos, hogy abban a szövegkörnyezetben az működött, de ez így már visszatetszület. Volt valamelyik díjat adták át, és nem tudom, a legjobb, ja, a legjobb, hogy Kasatibi. A legjobb női sportot. Sírva rögtön neki. Az összes díjnál ott ültem, és mondták, hogy éppen a legjobb női színésznő díj. És már így indult. Nem, a legjobb női színésznő díja, Csuri, én leszek. Tehát egyfolytában így ültem minden díjnál. De azon gondoltam, hogy mennyire menő lenne egy ilyen idegösszeomlást kapni, vagy egy ilyen díját adon, és elkezdeni egyszer kimenni, félrelökni, elvenni a díjat, megköszönni, azt lemenni. Vagy egy cirkuszt lenyomni, hogy ez az enyém, nem lehet a tiéd. Kimenni és így földre rolni, hogy Istenem, miért? Ugye, miért? Istenem, miért? Az a rengeteg befektett munka. Én azt sem tudom, hogy hol van az enyém. Hát te nem kaptál. De ezért vázát, vagy mit? Vájút. Csészét kaptam. Csak azt a Bali vagy azt hozta be, vagy az övét hagyta ott. Kaptatok egy díjat és két ilyen vázát? Nem, mindenki kapott vázát. Váza volt, ez egy ilyen... Két ilyen fura alakú éjjel. Rézváza egyébként, és azt hiszem talán, hogy nem tudom. De hogy réz, zsolnai porcelán. Réz. Jó, hogy rézvázának mondom. Nekem az úgy jobban az idő. Az alján tényleg ott van. Rézvázának mondom. De az alján tényleg ott van egy zsolnai. Ebben állam van a kocsiba. Hogy ott hagytad. Jézus. Illetve én elvittem neked, mert annyira elrohantál, hogy én őriztem a te vázádat, mert nem vitted magaddal. Az már az Annának tökre tetszik, odaadom neki. De már felraktuk az egyiket a polcra. Nagy és akkor már felraktuk a másikat meg már darabokban is. Van a csomag. Megvan, én mind a kettőre nagyon szépen vigyáztam. Hát, na, mindegy, megvan, abszolút. Én nem maradtam utána sokáig a sztori, meg gondolom megtanulni, hogy ezek után, hogy olcsóbb lett volna nekem adni egy díjat, mint a bombariadó. Tehát, hogy ugye? Mondtam, hogy gyerekek, nagyon kíván a Tibi. Nagyon kíván a Tibi. Annyira alaphiba volt, érted? Tehát nem tudom, melyik lett volna, és nem lett volna olcsóbb adni egy ilyen csillagosat, valami külön díjat, érted? De mind mi? Hát, ugye? Tehát ők is gondolkoztak, hogy mit, azt nem tudom mit. Aztán... Szuperember. Igen, tehát a kategóriát, tehát mibe? Az év szuperember. Igen, az év szuperember. Aha. Az év szuperembere díj, nyertese pedig... Sztori aduász díj. A sztori aduász díj. Új, de jó. Egyéb induló hiányában, mert egyszer nem tudod, tehát azokat a kritériumokat nem tudod mellé rakni másnál, érted? Jó, nekem tök mindegy, akkor jövőre is lesz, tehát hogy nekem addig lesz. Ami meg nem nyered egyszer. Amíg meg nem nyerem. Csak szóljál meg, akkor én nem megyek.
fél óráig nem tudtam. Nagyon tré volt? Nem, hát szegényenként sajnáltam őket, hát azért ezt szervezik, csinálod, valaki meg jó pénzt gondolja, hogy betelfest, tönkreveri 300 ember mulatságát, ez meglehetősen alja szerintem. De azóta baj, hogy kiszorultunk a bárból. Nem lett volna semmi baj, ha a bárban tör ránk a bobariadó. Te nem vittél be piát? Magaddal? Hát be a diátadóra? Hát ebben lapos üvegből piáztam végbe. Nem, oda nem vittem. Én azt mondom, hogy kijövünk, és azon lehet menni a bárba. És ugye mi a pont kint ragadtunk az előtérben, de valakik a bárba ragadtak be, ők viszont nem jöttek ki. Na ők mire kijöhettek, már nagyon berúgtak. Tehát ők voltak, ők voltak a szerencsésebbek, két-három celeb, aki a bárba ragadt be. De én sajnálom őket, ez mindig aljasság szerintem. Hát azért a szervezet csinálod, szemét dolog. Nagyon. Na most gondold el, 280 embernek a jelenlétét, húsznak a szórakozását. Egyébként igen, de tényleg nagyon szomorú a dolog. Mondom, jövőre majd adnak, és akkor nem lesz. Amit viszont akartam mondani, hogy Andráson húzzunk már egy-egy gyereket. Andrásnak hívják, ugye, a csajozógépet, Ámor nyilát, a flört királyt, a dumagépet, a hódítót. András? Uh-huh. Most ne bántsuk a gyerekek, jó azért élő adásban azért így bekérdezni, hogy vadidegen csajtól, azért megnézem, hogy ti először így rádiószűzként így mit csinálnátok. Most beül az ember, arcoskodik 10 év médiázás után, igen, de hát ő egy mérnök ember. Hát azért az nem úgy, hogy kicsim van rajtad bugyi, milyen bugyi. Francia bugyi. Azonnal bekérdez. Ez a bálom róla. Tehát azért ezt nem így nyomja az ember. De egy picikét támogassuk meg, hogy legyen egy mintája a következő randik előtt. Tehát, hogy nekem konkrétan most a régmúltról beszélünk, olyan ilyen személyiségteszt formuláim voltak konkrétan. Azért merem ezt egy elmondani, mert nyilván nem használom, mert megjavultam. De konkrétan volt, hogy konkrétan olyan ilyen SMS hullámaim voltak, aminek a végére pontosan tudtam, hogy kivel állok szemben. Nektek volt ilyen technikátok? Bármilyen ilyen kis rutinos, egy labda ide, egy labda oda, és tudtad, hogy kivel áll szembe? Vagy te volt hogy felmérni, hogy ki van a másik oldalon? Csali technika? Na hát SMS-be lehetett. Na, elmondom. Na. Következő volt. SMS, mondom, tudom, hogy ez még korai minden, de még most kezdtünk el kommunikálni, de legyen akkor az, hogy nyomunk egy ilyen SMS randit, és felváltva írunk, oké? Erre mindenkinek felcsillant a szeme, mert hát felváltva írni, hát azt most tudod, hát az, annak van egy ilyen romantika, hogy ő is hozzátesz a sztorihoz, én is felváltva írjuk a könyv lapjait, tudod, tehát hogy azért nézze. Elkezdtem, hát az első oldalon mi volt? Egy esős nyári délutánon jössz meg hozzám, átfáztál, megkérdezed, hogy bejöhetsz-e. Én persze oda kísérlek a kanapéhoz, majd leültetlek, addig kimegyek, hogy főzek neked egy forró kakaót. Ez hány karakter? Na, ezt az elég gyorsan. Bejön, leültettem, hogy át vagy fázva, nem, pontosabban az, hogy adok neked egy száraz pólót, majd kimegyek, hogy főzek neked egy forró kakaót. Jézusom, Tibi, ez egy komolyabb nyelv. Ezen százak véreztek el ezen a személyiségét. Aztán ekkor én kimentem. Most, hogyha ekkor ugye ő jött. Tehát föl volt dobva a labda, hogy mit csinál a nedves pólóba, hogy ott most... Tehát ott akkor megiszem a kakaót, te jössz. Mivel nagyon szomjas vagyok. Egyedül maradok, ellopom a képeket az asztalról, elviszem a hamutartót, az már itt sem vagyok. Nem, hát volt ASB-ben. Nagyon unom a várakozás, hazamegyek. Ugye hát a konzervatívabbak ilyenkor elkezdték írni, hogy a zárat pólót felvettem, ugye mivel nem voltam érettem, ezért betűrtem, tehát akkor tudtad, hogy nagyobb, akkor menekülj, akkor tudod, akkor annak következőt meg se írtam. De aki esetleg, hogy átvettem a pólót, de azért vártam, kicsit reménykedtem, hogy korábban toppansz be, miközben veszem, tehát hogy ott már kolát. Na. Jó. Nem veszem fel a fólót, kitartom a számot. azt már indult is. Igen. Na. Innen tovább vitted, itt valamit reagált, hogy vette át, nem, hogy nem vette át. Itt már tudtad azért, hogy mennyire van benne a csibészség. Visszajöttem ugye a kakaóval, a konyhából SMS-ben. Ekkor már ott állok a kakaóval a kezemben SMS-ben. Leülök mellé, megissza a kakaót, tehát közben ropog a kandallóban a tűz. Ekkor, és itt jön a fordulat, a zseniális fordulat. Ekkor ő, az én SMS-emben, megkérdezi, hogy használhatná-e a fürdőszobát. Finoman felmérted, de hogy szobatiszta a lány. Értem, aha. Igen. Aminek használom, nem megyek én csak erőn egyszer. Abból azonnal tudtad, hogy itt nagy a baj. Használtam a fürdőszoba, már ott van a retyó. Egyébként van egy rossz hírem, belekuláztam a kádba. Nem az, meg mindjárt 2,8-as a teje meghajtott a zsíros kakaó. Nem bírom a tejcukrot. Nem olyan, igen. Hogy használhatja a fürdőszobát, megkérdezte akkor ő. És akkor én reagáltam erre én, tehát ezt már nem is ő írta, nem hagytam, hogy ő írja, ezt én írtam, mondom, persze, a fürdőszobába kísértek, megengedtem neked egy kád habos fürdőt, majd magadra hagytalak, már és még hozzátettem, de te érezted, hogy nézlek. Jézus, és, atya, és figyelj, úristen, és aki, 16 év fölött ez működött? Tehát ilyen, mert... 16 év fölött nem próbáltam. Ja, ezért mondom, mert egy 18 éves nő már ez ízé. Várjál.
és akkor innen mentünk tovább, és akkor ehhez képest akkor elkezdte, és akkor ahogy a... Tehát, hogy azt mondta, hogy ha akkor lezonyoztam, ott, amivel igazából már a dolgom nem volt a lezonyozástán elmentem, akkor tudtad, hogy nagy a baj, de itt általában már itt őrült pajzánkodás indult el a képzelt habokkal. Tehát a képzelt habal... És ahogy te nézed, ugye? Hát, azt én feladottam, hogy ezt te érzed, hogy nézlek, és innen döntsd, de hogy tényleg néznek -e. Tehát ezt szintén lettem, én voltam, te gondolod ezt, hogy nézlek, és akkor innen dönt, és akkor innen az és akkor bementem a kádhoz, megnézni, mit csinálsz a fülőszem, de már ott volt a bátyám, én meg elmentem tévék. De ez figyeljetek, ez brilliánsan működött, és ehhez képest, hogyha egy ilyen SMS randi után, mondjuk azt mondta, hogy akkor az első találkozás az legyen már egy kávézóban, akkor én jogot formáltam arra, hogy megsértődjek, hogy miután odaadtad a kádadat? Hát miután ennyi mindenen átmentünk együtt, mit keresünk egy kávézóban, érted? Tehát, hogy... Neked főztem kakaót? Képzeletben? A száraz póló, a kandalló, a közös habos fürdőzés. Tehát, hogy azért mondom, hogy én, jó, persze SMS-ben könnyű azért arcoskodni, meg ma azért a gazdaságos konkuszos túlsfürdő? A családi konkuszos túlsfürdő. Jó, mindenkinek megvannak, ne hagyjatok azért teljesen magamra, tehát valami minimál csalizása biztos mindenkinek volt. Jani, hát, hogyha valaki... Há, vicces. Dúg, nem, annyi baj legyen. Igen. Igen. Akkor metál. Megyek. Igen, jól toltad? Akkor totál metál klub. Nem volt valami jó dumáz? Semmilyen hát, nem volt. SMS-ekben? Nem. Én a beszélgetős, még nagy megfejtős egyedül hazamenős. Tudod, az én nagyon megértelek, mesélj, mi a problémát típus volt. Ne. Nagyon jó, azzal el lehetett simán mindig. Fú, nagyon nem. Jó lehet. Hát neked nem, mert nem volt hozzá szókincsed. Nem, szókincsed, türelmem nem volt. Te ezt toltad, Bali? Te ilyen nagyon megértő betoltad? Nem, én mindig ezt elmondtam, én mindig mozgásban voltam, Randi. Tehát nálam az volt, a maradjunk mozgásban. Maradj mozgásban. 18-20 évesen az én csak maradj mozgásban. Tehát, hogy ne üljünk be sehova, utáltam. Tehát gyűlöltem, hogy leülések ott, ezért mindig mozogtunk. A csajok már logotta bele, sosem. Hívtunk egy kávét, nem? 15. kilométer. Még túra van, sétálunk. Jó, kis Margit-sziget itt ott, de nem, csak ne kelljen beülni sehova. Tehát azt nem, ezt nem mi, onnan nem tudsz elmenni, vagy mi? Nem, azt nem valahogy tudsz... én bírtam, hogy kicsit Margit-sziget kimegyünk, kicsit dumálunk, ide de megyünk, átmegyünk. Igen, és ilyen fél kettő, jó lesz az, jó lesz az. Jobban jött az, ezért beszéltél, mert megláttál valahogy, akkor jobban, több impulzus. Valahogy azt jobban szerette, impulzusod, ide mentünk, átmentünk, fölvittem a Norma fáz, megmutatom egy helyet, honnan lehet rálátni szépen Pestre, tudod. Amikor a lány már lihegett, miután a negyedik kerületben voltatok, a 30. helyen. Igen, csak egy kávé, csak egy kávé. Még sokat megyünk. Tehát, hogy így, de valahogy működött egyébként, nem is tudom, hogy fene se tudja. Jó, minden, hogyha hallgat, most nyilván vannak szingli hallgatók, próbálják ezt ki, hát, hogyha a lány nem hallgatta a szadást, mondom, én kis teszt, én felváltva, SMS randi felváltva, és kezdjétek egyre durvább szituációba bele hergelni magatokat, és ott finoman figyeljetek a jeleket, és próbáljátok közben, tehát, hogy nem tehetek, csak érzed, hogy néznek. De ne lepődjetek meg majd, hogyha 10-ből 9 lány azt mondja, hogy már a Timinek megvoltam, ugyanezzel kapott. Igen. Ne erőltessétek. Szerintem embertelen, jó? Andrásnak azt javaslom, hogy szerintem egy kicsikét csibészebbre lehet azért váltani, nem? Egy picit. Hogy csibészebb legyen? Aha, egy picit csibészebbre lehet váltani. Azt mondtuk neki mi is, ugye? Igen. Csak ez nem az a karakter egyébként. Hát most egy kis izé... Visszafogott mérnök ember, de ez egyébként nem feltétlen. Baj, mondjuk neki, hogy legyen napról napra csibészebb. Tegnap jobban az volt. A hálóruhára figyelj, nekem egyszer randiztam egy csajjal, aki utána megjött egy ilyen Mrs. Potts izé hálóruhába, figyelj, az bitang. Tehát azért az... A Halloween-nél ott én is érzem, hogy valami elment. El van rejtve, ott valami el... jó, szépen fölhúzott. De akkor te bejössz hálóruhában, de érzed, hogy nézlek. Ekkor behozom a kakamot. Én nem hiszem, hogy ezt egy komolyabb nő megeszi egyébként. Balázs, tehát, hogy nem Balázs. Hiszem el, Tibi, hogy ez 16 év alatt Balázs. Fölött ezt egy komolyabb nő megeszi. Kimegyek a fürdőszobába, elmegyek, csinálok neked egy kakaót, te jössz. Tibi, használom a tusfürdődet, visszaérsz, még nincs rajtam a törölköző. Hagyjál már! Balázs, sok módszer van, de azért ez 16 év fölött szerintem ezek körben. Mindenhol ledörgölöm magam a tusfürdővel, utána pedig habkövel ledörgölöm a sarkadból a bőrkeményedést. Igen, és rád gondolok, kilépek a kártból, egyik lábbal pont benyit, látod, hogy furán tervezek. Igen, levágom a körmeimet. A levágott körmeimet ott hagyom a kárt szélén, ha mindig emlékez rá. Semmit nem tudtok az SMS flörtről. A komolyabb nőt ezzel nem szedsz föl, szerintem. Ért ezzel? Az ország a lábaim előtt hevert. Ez bármikor. Atya Isten, milyen nőid voltak. Na jó, most már. Top nők.
top nő, figyelj, hidd el, hogy a fantázia játéka az izgatja az embereket, és utána már én jogot formáltam a megsértődésre, ha nem innen mentünk tovább. Szerintem úgy tudom elkezdeni, te úgy hagytad abba az SMS, és most beviszlek a fürdőszobába, és ott hagylak, mert a csaj megírta, hogy látok valami fura zuhanyfülkét, nem tudom mire való. Abba nem megyek be, a kabinba nem megyek be, ki tudja mi jön elő belőle. Igen, nyilván. Jó, van, figyelj, én próbáltam felnyitni a szemeteket, érted? De nem hallgatok az okos szóra, akkor csináljátok, ahogy eddig, nem tök mindegy, érted? Én most akartam itt segíteni. Ez se rossz, de ennek leginkább a szolgáltató őrült, ahogy te csináltad a 40 SMS. Valahogy mi is odaértünk, ez se rossz egyébként. Így hallgassatok, nem hatékony volt. Nem, igen, nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Én mindig azon vagyok, hogy ezt nem hitétek el, hogy ez egy jó nőket. De, Timi, az, amivel kipróbálom a Vikivel. Jó, legyen ma most írok neki, ez sem nagyon sokat bukott a gyerek, van egy kakis pelenka az ágy mellett, te jössz. Na, hogy folytatjuk a sztorit? Mi lesz ebből esetben? Hallgatók is egyébként ráharaptak, szerintem lesz is, aki kipróbálja, nem mindenki, nem, mert egyik hallgatók írja. Szerintem jó megváltás, Kasszának még nem volt 70 IQ felett. Figyelj, 70 alatt összeszeded, csak nem korban, de hogy egyébként... Na, nem ez, ami böki a csőrömet, mert van valami, ami már régóta... Folytatnám a sztorit, Tibi, folytatnám, de most vissza kell adni a telefont anyámnak. Igen. És mit csinálsz most? Olvasom az SMS-ed, a hab dős... Testpen. Nem, elhiszem, hogy biztos jól működött, biztos már jó volt. Szemetek, ha jó, hagyjatok béke. Na, hogy megmondom őszintén, hogy alapvetően van egy dolog, amit soha nem tudtál nekem megmagyarázni, ez a limuzin tetőablakán kilógva ilyen nagyon nyomorúságos bulizás, ez a világnak a mindennek a legalja. De találtam most egy... Bírod? Nem, miért Balázs? Mit csinált a Balázs? Ki epekedett a múltkor a Micsoda Nő című filmért, hát, hogy ő ki akar a limuzin felső ablakán, és azt kiabálni, hogy... Tudjátok, a Pretty Woman-ről van szó, nem ismerem a tréfát, az egy jó film. Én nem rángatnám meg az oroszlán bajszát. Egy fehéres. Eljöttem, érted? Persze. Pretty Woman az jó film, gyerekek. Most azt hittem a bulizásra gondolsz, hogy legény búcsú. Találtam egy nagyon nyomorúságos módját még a bulizásnak, és magyarázzátok el nekem, hogy mi az értelme, hogy egyáltalán ezt miért kell nekünk kerülgetni, ami egyen nyomorúságosabb nekem, mint a limuzin. Van ez a mobiltekerős kocsma, ami konkrétan közúton megy, piáznak rajta 12-en. A legjobb találmány. Aha, igen. Na, fogadjuk, hogy beszorultál mögé autóval. Nagyon! Ez a bajod. Igen, hát, tudtam. Az. 12 matrészeg ember teker így, hát reménykedsz, hogy nem elét fog egy kiesni fejjel az aszfaltra, és ott matrészeg a tekerek, hogy jó, merre én járok, bámulom, és ott mennek ott az András. Általában ők angolok nem éneklik ezt a dalt. Dehogy nem, amerre én Boeing, bámulom, a vágyvört. Hogy figyelj, nem értem, tehát, hogy ízérünk, hogy nem szabad így menni a forgalom, meg a biciklista ne ígyom meg, nem tudom, csak 12 matrészeg egy mobil kocsmán piázik az Andrássy úton. Tehát ezt nekem magyarázzátok már el. Csak rossz kedved volt, mert nem jött válasz a kakaós SMS-edre. Ne, csak azt írtál, igen, jött, hogy laktózérzékeny vagyok, remélem a tej nem laktózis, mert telefosom a kábát. Igen, nyilván. Nagyon szép a fürdőszobán, Tibi, de hol a budi? Tibi, nem tudom, hogy nincsen WC papír, mindegy, anyát hintett, Na, hogy ti kerülgetitek már? Megvan? Megvan, igen. Igen, ez ugyanaz, mint ez a Limbóhító a szigeten, ugye a Margit szigeten, csak itt ugye itt iszol közben egy ilyen csüngesz, egy ilyen csecsen, ugye, és több a szárva bele van vezetve, és ihatod a sört, miközben tekersz. Szerintem rohadt beteg. Nekem egy barátom csinálta, mert elment egy olyan buliba, ahol legény búcsú volt, és jó fejek volt, és el kellett mennie. És fölültették, hogy semmit nem gyűlölt még soha annyira, és mondta, hogy soha nem ért véget. De ha nem akarták, abba hagyni a tekerést. És mondta, hogy már álljunk meg, ígyunk, majd menjünk. És mondta, hogy nem, 2 óráig a -10 fokos fővárosba keringtek egy ilyen félkeserű sörrel a szájukba. Gyűlölte, de tiszta szívből gyűlölte. De hogy, és még nem volt ilyen, hogy ebből valaki hátrafele feje olyat beesett a betonba, hogy nem bírták kiszedni belőle? Tehát, hogy ez ott, hogy matrészegen ülsz egy ilyen forgószéken, ott csörözgetsz, ott miközben oldalvás tekersz az András úton, ez nem, tehát, hogy még nem voltak itt... Van biztonsági, föl vagy kötve. Ne hülyeskedj.
A jobbakon van egy ilyen keresztő, azt magadra teszed, és akkor onnantól. Jó, de hát a jobbaknál egy ilyen falusi kocsmában is van keresztő, hogy lenne zuhanyára, azért a bászék. Nem, ott az nem tekerünk. Ott, ott csak iszunk. Ott mi rendesen vagyunk, ott csak mi iszunk. De szerintem zseniális csapatépítő jellegű, nagyon jó, ne, te azon fej, vagy megsértődve. Nem áll, azon vagy olyan nyomorult személy. Hát sport, meg én nem mehetek vele fel, mert a balansz, tudod. Eltűnünk, tényleg igazad van. Én értem, hogy minden tetszik, ahol inni lehet, de nem áll, hogy hülyén tekersz, lóg a nyelvet között, félberugod, kerül az autókat. És azt, hogy nem beültök a haverja ide egy kocsmába, és dumálgattok egy jót, hanem ti az Andrásin keresztbe tekerve, tököred ma Józsa, tököred ma. Az a durva, hogy szerintem ez a Ferinek tényleg tetszik. Mi érted? Egy kényelmes tekeréssel azt mondjuk egymásnak, hogy ó, nézd a Hősök terén, micsoda csodálatos látvány, és közben egy sört megiszol, plusz sportolsz. Én még tudtam, hogy neked ezt tetszeni fog. Három dolog van benne. Miért gondoltam, hogy neked ezt tetszeni fog? Ital és város nézés, akkor közösség, csapatépítés, 5, a barátok 6. Még számtalanokat tudok mondani, te azért vagy erre bepipulva, mert mint a legtöbb autós, mert nem tudták kanyarodni, mert beszorultál mögé meg. Nekem nehezen tudod elmagyarázni, hogy egy ilyen guruló kocsma intézmény az Andrássy úton, az technikailag hogy kerül oda egyébként, és erre kiadnak izért? Erre kiadják, tehát hogy az ott mehetnek a 12 részek? Nem, ezt engedélyeztetni kell, persze. Tehát, hogy 12 részek menne az Andrássy úton. Nem, éppen menekültek. De, nem, tehát, hogy és akkor azt írja valaki egy hivatalnak, azt mondja, hogy mennyi, csak 12 részek, az a sofőr nem, a sofőr nem iszik, tehát a sofőrrel együtt béreled, és ők kette egymással szembe ülnek. Ők csak tekernek, a tempót adják. Tempót adják, de szerintem a sofőr nem. Tehát a sofőr, ez sofőrrel együtt béreled, és szerintem aztán lehet, hogy a legmakonyabb részek az vezet, mondjuk. Egyébként ahhoz képest egész egyenesen mentek, de szerintem a sofőr van, tehát pont azért, hogy ne törjenek össze senkit. Én megmondom őszintén, nem értem, én egy ökörségnek tartom, soha nem ülnék rá, Feri, kimegyünk valamikor jövő héten. Jó, azt akkor nagyon elviszlek szívesen körre, és majd megtudod, rajta, hogy mi lesz. Mindegy, öregedéssel egyébként, hogy már kicsit így állunk hozzá, hogy már milyen szörnyű ez, hogy fölülnek és tekernek, szóval kicsit trottyok vagy fakkerosodunk azért. Addig örüljenek, amíg nem teszek egy bejelentést, hogy előttem arról forgalom, nem támú, 12 ittas huligán. Igen. Balázs, amit érzel, csak érdekességképpen hoztam. Alázd meg. Gyerekek. Tudod, a hármas a legjobb. Annál jobban. Félek, hogy nem fogja. Igen, egyesre nem tudom adni. Egyesre nem tudom adni. Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Megadható. Közben Jani nézi egyébként, mutatja a fotókat. És nagyon kellemetlen. És van egy örömhírem. Ferinek találtam egy személyes. Ennyi. Na, nekem vannak barátaim, én el tudok menni velük, tehát nem kell. De elmész az egy személyesre, és jó, az nekem meghívni. Nem, egyedül én sose iszom például, de bármi étetlen. Nem, nincs, hogy este kibontok otthon valamit. Van mindig nyitva? Persze, akkor mi a francnak tudod? Nem, hát mindig van otthon egy részeg még. Mindig tartok otthon egyet. Maradom mindig egy huligán. Hogy ez az egyedül az a legkeményebb, nem, hogy van egy sofőr, és te tekersz, és közben piázol. Tehát akkor az már tényleg mindennek az alja. Jó, de nem akartam még húzni az időt, mert látom, hogy nagyon rohan. Egyébként tényleg, hát azt gondoltam már, hogy 9:30 után 5 perccel esetleg ma, ne adj Isten, nincs témád. De van! Egy picit a becenevek világába akarlak elkalózolni benneteket, mert a múlt hétről megmaradt. Ja tényleg, a múlt héten kicsit moralizáltunk, igen. Én szerettem, hogy ez egy kicsit komolyabb volt. Na. Rád nem annyira. Gyerekek. Jellemző módon, de jól lát neked. Még ha mi is csinálunk. Mély a lelki világom, mert az iménti SMS pszichológiai jellegű tesztből is láthattátok, hogy azért a szürke 50 árnyalata SMS-be. Azaz. Látom, ezért dolgozik az agyad. A szürke 50 árnyalata SMS-be. Ki küldt el? Mit? A könyv címé. Ja, csak blöföltem. Van ilyen, csak blöföltem. Elment egy könyves volt, de mit történt? Nem találtad a gíroszt? Nem, hármason volt. Volt lefelé egy óriás plakát, azt néztem, nem tudtam, hogy könyv. Na, hogy egy kicsikét a becenevek világába menjünk el, mindenki egy őszinte vallomással kínél, pont milyen becenevek működnek most otthon? Magadra, meg a párodra. Feri? Mi békák vagyunk. A béka, tudod? Béka. Én is béka, ő is béka. Ha jó kedvem van, béka lencse. De jó. Miért? De hogy, a lencse miből jött? Mi van egy pici négy levó állat? Egy tudod, egy ilyen a zöld ugrik kis. Kvak. És amikor először randiztunk a tóparton, ott berekektek, de hogy is francokat, de. Nem, hát kérdezed, honnan jött. És a béka ugrott hármat. Igen, ugrott hármat, de szépen ugrott kis béka. Béka, de csak ugye a mellyebbre. Balázs?
Nem tudom, igazából nem tudom. Na, hogy nem nyomtok valami ízét? De a legintimebbet azt nem adom ki. Azt nem mondom el, mert szólam megírják. Pompoló? Pompoló. Így vagyunk, pöpölő pompoló. Így vagyunk. Vannak becenevek, de azok ilyen intimek. De mi a testrész becéztek? Nem, mert ezeket én azért nem adom ki, mert ezeket aztán megírják. Testrészt nem becézünk. Azért, hogy minden. Amit erre már ő is kitérünk. Nincs? Tehát akkor te nem van, csak sem. De nem mondom ezeket el. Pöckölő? Tessék? Pöckölő? Nem, tényleg nem. Tehát tényleg nem. Ha nem, klopfoló. Én vagyok a húsklopfoló, igen. Na, gyere te, kis húsklopfoló, gyere ide. Nem, vannak aranyosak, csak ezek nekünk túl intimek. Tehát ezeket nem adom ki. Olyan intimek, hogy egymásnak sem mondják. Annyira intim, hogy nem is tudom. Nem, mindegy, igen, mert... Nálunk pipi. De ez vagy te. Pipi és... De ez azt jelenti, hogy nyisd ki az ajtót, mert már nagyon pipi? Na, igen, és van a másikon pigetik a kaki. De és akkor elég egyértelmű. Mónik áll az ajtót, és mikor belép, pipi vagy kaki. Pipi, na, engedj be, pipi. És a két kifejezésből lehet következtetni arra, hogy mire lesz szükség az elkövetkezendő fél órában. Pipi, na, és miért kérdezel ezt? Nem, azért, mert mi a párom egyfajtam, hogy ezek a becenevekkel kommunikálunk, és soha nem hívom. Tehát a nevén ti szólítjátok rendesen keresztnéven a párotokat, amikor ketten vagytok? Judit? Soha. Nem. Judit asszony. Én mondom neki, hogy Mónika. Én nem mondod szoktam. Mondod neki, hogy Mónika. De persze. Mónika, de ma önkor magászod, Mónika hozza a reggelit. Ez a picit, ez a ilyen kedves, ilyen megszerint, Mónika, légy szíves. Ja jó, ilyenkor. De mert állítólag azért pecézünk, egyébként találtam erről egy barom jó cikket, ahol kicsit így elemezgetik, hogy miért adogatunk beceleveket, tehát ez a kisajátításnak egy ilyen módszere, hogy te elkezded ilyen kis külön becelevekkel látni a párodat. Azt hittem a szereteté. Érdekes, hogy itt végigmennek itt különböző beceleveken, de azt mondják, hogy minél egyedibb, annál jobb. Ezért van a kíváncsi a Balázsékra, hogy mit tolnak, mert ott valószínűleg ezek egyediek, ugye? Jól, abszolút, nagyon. Pömpölő, procskoló. Nem mondom, hiába forszírozom, nem fogom mondani. Procskoló. Az igen. Már közel vagy. Na, állítólag egyébként a becézgetés, a legtöbb ilyen becenév az baromi bénán hangzik külső füllel. Tehát én például a páromat én manózom, és ezt rendszeresen kikérik a kommentelők, hogy van annak neve is, hogy kell manózni, nem manó az, hanem kislány. Nem tudom, kislány. Fiatalkorú. De hogy én például megmondom őszintén, hogy én például imádom, tehát én soha nem kommunikáltam, és azon gondolkodtam, hogy honnan jönnek ezek a becézések, és szerint én állítom, hogy szerintem én nagyszüleimet hallottam, hogy egyfolytában becézgetik. És manózta ott is a nagypapa? Nem, ott a izé ment nagyon, a nyuszi. Aha. A nyuszi ment, nátok mi ment? Hallgatt, hogy becézgették a szülők, vagy nektek megvan? Nálunk nem volt. Anya, apa, ennyi. Na, az mik a legkellemetlenebbek egyébként, mikor két ember... Miért kellemetlen az, hogy anya? Azt mondod a párodnak, hogy anya. Anya, hozd már be a sört. Nem tudom. Nem mondtuk, tehát nem hozd már be a sört. Az nekem nagyon fura, amikor férj és feleség egymást anyának, apának nekem hívja. Is, sajnos, az nekem hát gyerek, nagyon fura. Hát gyerek van, ő anyának szólítja, és akkor te is azt mondja, anya, légy szíves, érted? Van ennek egy pszichológiai magyarázata, hogy kikinek a helyébe lép, hogy lép a szülő a gyerek helyébe, vagy a gyerek a szülő helyébe, meg hogy te... Tehát, ha én anyának szólítom a BK-ra? Érdekes magyarázat, akkor, átküldöm, egy nagyon érdekes cívem, mondják, igen, hogy amikor a szülő, amikor a feleség átlép az anya szerepbe, és hogy miként éled meg a szerepváltásokat, és miért hívott te anyának, apának, ez nagyon érdekes, sok pszichológus boncolgatja ezt, hogy ennek jelentősége van. Ez, hogy anya meg apa? Igen, amikor anya, apa, te anyát mondasz a te párodra egyébként. Hogy már mi... neked nem pár ő, hanem anya. Hanem, hogy mi húzódik meg a háttérnek, milyen lelkivetően, miért történik, mi történt gyerekkorban, hogy lépett be a párod az anyát. Tehát ennek van magyarázata elvileg. Hát aztán az ember ennek vagy hisz, vagy nem. De ha nem hosszú, küld át nekem is. Tessék? Ha nem hosszú, mert mi is hosszú, anyázunk egymást. Nem, érdekes cikk volt, ez én is meglepődtem, nem is tudtam, de érdekes volt tényleg, hogy miért anya, apa, az számomra egyébként fura. Tehát én a Vikit sose anyázom, hogy anya, ő se hív apának. Ez de vagyázod. Igen, nem ritkán anyázunk egymást, de ő se hív apának. Próbálok blöfölni, apának. Puckoló. Puckoló az lesz. Na, menjünk már vissza erre a manóra, hogy az honnan van az, hogy manó. Ez érdekes dolog egyébként. És szoktál ennek azt mondani, hogy manócska. Manó, manker, menő manó. Tehát, hogy nálunk... Minden, ami a manóba belefér. Abszolút. Tehát, valahogy ez nekem ez beakad, de én manócska, nagyon... Manócska, tádi. Az mazsola, te beteg, nem manócska. Manócska és tádi, a népszerű mesefilm. Igen. Nem, de hogy egyébként vannak ezek a kényszeres ízek, meg van még egy érdekes dolog, hogy átívelnek, tehát hogy ugyanazokat a beceneveket használod-e, vagy mindenkinek próbálsz ilyen valami sajátságosat találni, hogy mi alapján. Hogy minden barátnődnek ugyanazt mondod. Igen, mindenkinek azt mondod, hogy manó. Mert akkor nincs ízét tévesztés. Manó! Ennyi, igaza van a Tibinek.
tök jó. Marad? Nem, szerintem mindegyikre más mondasz. Mást? Szerintem igen. Vagy hát legalábbis saját tapasztalat, hogy nem menekíted át azért. Puckoló? Nagyon közel vagy, nagyon. Már egyébként tényleg csak egy magánhangzó, és már szinte ki is találtad, igen. De hogy szerintem át nem menekíti át az ember. Főleg, ha ismeri, ugye. Tehát, hogyha ott azért a jelenleg úgy folyt bele, hogy még tudta, hogy hívod az exedet, és ugyanúgy rápróbálsz, azért arra felsziszennek. Nem szokták szeretni a lányok. Ha hallják, hogy ugyanaz a becenév, mint az exnél. Jó, még egyetlen dolog van, ami egyébként még a párod becézésnél még nyomorultam, amit még fél szóban meg is említettünk egyébként, és akkor ezzel röviden zárom a témát, hogyha valaki testrészt becézget. Attól, tehát én megmondom őszintén, hogy nálunk... Testrészt? Hát van ilyen, hogy valaki te... De hogy mi, nem kezet mondasz, hanem az neki a... Igen, hanem a jobb kezem a Charlie, a bal kezem a Johnny. Nem. Hát ugye vannak olyan kis... Férfiak, igen. Igen, a férfiak. Én megmondom őszintén, hogy én szerintem nagyon beteg, és én teljesen tudat alatt neveztem el egyébként a Shrek-et, láttátok? Aha. És ugye abban van Farquaad nagyúr. Na, amikor erről kezdesz beszélni, akkor itt a vége, hogy te hogyha nevezed a saját testrészedet. Itt kell akkor hagynunk ezt a dolgot. Csak mondom, nagyúr. Na mindegy, ez azt gondolom mindennek a legalja, én állom, hogy teljesen véletlenül szalad bele. De nagyon szeretem. Igen, és akkor ezúton, akkor annyi, hogy most nem volt itt a Viki üzenem pickölőnek, süpickölő, pruckoló. A kutya fáradt, hogy én nem mondom ki, ezt tudod, hogy hívom. Ez ezért vagy te ennyire jó. Jó van, oké, hogy jogos-e, azt akarod kérdezni? Én kérdezem, hogy ezért a rengeteg mindenét, a mobil söröző, az udvarlás megreformálása, és egy picikét a becenevek. A sztorid volt a legjobb az elején. Az SMS. Azt gyerekek, jó pap volt. Én azt nagyon szeretem. Próbáljátok ki. Igen, és azt gondolom, hogy ez működik. Nézzétek meg, tehát minden csaj zabál. Jó, megadjuk. Mennyiségi alapon. Sok minden volt benne, mi? 3-4-10 lesz, pontosan 2 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 3 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó ma reggel. Ugye Ferenc pápa nyilatkozott gyermeknevelésről, és elmondta, hogy szerinte a gyermek elnáspángolható. Arról beszélgettünk, hogy ki mikor kapta meg élete legnagyobb pofonját, amire a mai napig emlékszik. Mert ugye a pápa azt mondta, hogy hát a méltóságát azért őrizzük meg a gyereknek, de néha igenis, ha kell, akkor nyugodtan pofozzuk meg a gyermeket. Talán ez tőle az utóbbiak ismeretében egy kicsit fura, mert elég laza, de itt egy kicsit vaskalaposabban nyilatkozott. De most senki ne bátorodjon föl, ő azért nem a rendszeres verésre gondolt, vagy ilyesmi. Nem, csak hogy néha. Mondta, néha. Hát a pápa azt mondta, áthagyom velem. Igen. Én néha megpofoszhatjuk a gyereket. Hallgatóink írtak nekünk, hogy ők mikor kapták életük legnagyobb pofonját a szüleiktől. Nyilván ez volt a téma. Valamint folytatódott a Szingli Valentin napi kutatásunk, ugye András a jelölt, és teljesen más hangulatú beszélgetés volt, mint tegnap. Találkozott ma ugye hát Melindával, és kicsit talán nem is azt mondom, hogy megszeppent, de tegnap volt egy rámerősebb lányunk, ma pedig Melinda visszafogottabb volt, és András is egy kicsit hát begyújtotta a fékező rakétákat. Így van, András jobban nyitott tegnap azért, igen, ha most igen. Kéne választani, nem éreztük, akkor... Nem éreztük rajta tényleg azt, hogy letépné foggal Melindáról a hálóinget. Én szerintem ott a hálóingen egyébként sok minden elment. Na, úgyhogy őket összeengedtük, hogy egy picit ismerkedjenek, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Hát még kutatnunk kell tovább azért, szóval ez még így nem áll össze. Nem? De szerencsére van még szerda csütörtök péntek, így van, meglátjuk. Hát ilyen olyan vállalkozókedvű hölgyek vannak, meglátjuk. A legjobbat akarjuk Andrásnak, tényleg. Igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját gyorsan, addig mondom, hogy tráfi van Csákváron a CBA-nál, ez Béla küldte nekünk valamit az M7-es 98-as kilométerénél a Pest felé menőket mérik. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello. Bocsánat. Semmi. Szóval azt mondjátok, hogy keresni kell, de nem András dönt? De, vigyázz, hogy azért. Háj, te kis putus. Háj, mert nektek nem tetszik. Hát most. Nem megy ez nekünk. Már tegnap ment. Csak az év elején nem ment, de tegnap már ment. Csak lehet, hogy most nem megy. Jó, oké, hát akkor ez nincs. Szóval mert mondod, hogy igen. Szerinted nem ez a megfelelő Andrásnak. Én András... érzem mindig, tehát hogy ahogy tegnap volt, most kevésbé, szerintem az lehet hallani, hogy a két ember között az úgy egyből megvan. Uh-huh. Amit aztán, ha ott vagy a helyszínen, akkor látod is, hogy két ember úgy zsizseg együtt, tudod, és úgy látod, hogy van köztük kémia. De András dönt, de hogy nem, ő pénteken dönthet.
úgy is, hogy ja, csak próbáltok egy kicsit befolyásolni. Nem, már elmondjuk, hogy mi mit hallottunk kívülállóként. Hát az András hozza meg majd a döntést, hogy kivel megy el Valentin napi hétvégére Sárvára. Ez az ő döntése. Bárhogy dönt. Kíváncsi leszek, hogy hétfőn, amikor majd felhívjátok, mert gondolom, hogy felhívjátok. Hogy ha most hétvégén el tudnak menni, akkor hogy ne? Ha adásba tesszük, hogy mi volt. Aha. Persze, meséljen. Ezért egy vadidegen nővel egyszer csak egy szobába ott lenni. De amennyire izgi, annyira kemény is. De hát ez pont erről szól ez a játék, hogy itt kicsit bátornak is kell lenni. Két napig összezárva egy szobában, egy fürdőszobában, egy ágyban, hát nem? Ott bármi lehet. Azért nem egy könnyű élethelyzet. Szakadó esőben. Nem, szép idő lesz. Nagyon szép idő lesz. Sütni fog a nap. Milyen zenéket hoztál, Csabi? Remek zenék lesznek? Tegnap már beszéltem arról, hogy volt a hétvégén a Grammy díjátadó, és most elhoztam nektek az abszolút győztest. Négy kategóriában sikerült elhozni a kis gramofont. Az év dala, az év felvétele, ő lett az év új előadója, ráadásul ővé lett az év popalbuma. Úgy hívják az embert, de Sam Smith, már sokszor beszéltem róla nektek. Egy angol fiatalember, aki hihetetlenül jól énekel. Nem piti magas hangon, tehát valószínűleg ilyen fejhangon, de nagyon jól nyomja. Zámbói magasságokban? Szerintem még annál is jobban. Mert ha van ilyen kategória, egyáltalán létezhet ilyen, akkor Jimmy rajongóktól én kérek elnézést, de van ilyen, Sam Smithnek hívják, és mondom, négy kategóriában nyert most Grammy-t. És a Like a Can című friss klasslágerét megmutatom nektek. Csoda, hogy játszunk. Meghallgatjuk, 555-55-00, ez a telefonszám, Csabi jön a kívánság műsorit, lehet tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Hello! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.